És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra, amúgy pontosan 14 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Feri, jó reggelt! Hello! Szevasztok! Hello, jó reggelt! Vár a gépem, startra készen, indulunk föl az égbe egészen. Jó Isten! Valami ilyesmi volt, nem? Igen, jól igen, 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 egy kicsit zsülven, egy kicsit tankcsapda. Egy kicsit rossz. Egy kicsit nagyon rossz. Igen, vár a gépem, startra készen. Atyaisten! Na, hát itt vagyunk, szép reggelt, elindítjuk a csütörtököt, itt szikrázó napsütés és 7:45, ott valószínű, hogy sötét és nagyon hideg és 7:45, ugye? Na, pontosan ugyanez, igen. Ja, nagyon jó, nagyon annyira, jó festetted le. Annyira pusztítóan hideg nem lehet, mert felém még így nyitott gallérrel érkezett, nem látom rajta a hideget jelképező iszonyatos pulóvereket. De hát a stúdióban van már. Igen, ezt akartam én is. Hogy én nem kívülök. Azért az emberek kabátba járnak az utcán, azért utána még levetköznek ám a stúdióban. De amilyen nálunk a központi fűtés. Az is igaz. Na, bocsánat, ezerrel, nem? Igen, dübörög a központi fűtés, az más, hogy az ablakokon itt-ott kihussan a meleg, de egyébként a radiátor az forró. Jó idő van. De kint sincs nagyon hideg, egyébként meg nincs az a vacak köd, mint ami tegnap reggel volt, hogy nem lehetett semmit látni, most már lassan hajnalodik az idő. Ja, na. Az jó, az jó. Itt egyelőre kitart a meleg, gyerekek, egy gyors helyzetjelentés. Tegnap 32 fokot mértünk, ma 36 fok lesz. Rekordok dőlnek, fák égnek, perzselődik a szemöldök, izzad a hónaj, mint minden. Így van. Aztán holnaptól egy kicsi megint lehűlés, de tegnap először este is meleg volt, egyébként nagyon élveztük, és most már ide 8 környékén szikrázó napsütés itt kint. De így képzeljétek, a szikrázó. Igen, tegnap kifeküdtem egy fél órát napozni. Már erre is volt időm, hogy egy kicsit kifeküdt. Megmutassam a testemet. Keresem a szint hát rajta. Nem lett még nagyon semmi. Ilyen UV-10-11-es sugárzáson sokat nem tudsz kint lenni, mert megperzsel a nap, de egy fél órát tegnap az adás után tudtam mesztelenül kint pihenni a kertben. Ennek barnult. Kevésbé örültek, de nem barult egyenletesen az elmúlt napokban, ugye állandóan mindig fürdőnadrágban feküdt ki, és most változtatott egy picit a metóduson, és felül és alul ruhába volt, középen pedig lemesztelenítve. Ez egy újfajta napozási mód, viszont így tudja egyenletesen színbe hozni magát. Most hozzábarnítja a fehér részeket a barna részekhez. Igen, most a blendét van. Így van, most a blendét. Kicsit kényelmetlen a szituáció, mert ugye hason kell feküdnie, és kampót kérnie. Igen, erre kerek, hallgass? Ez kegyetlen nagyon? Mit mutasd? Erre kerek. Hát a szomszédszobában kellemetlen. Aha, igen. A szomszédban azért kellemetlen, mert úgy van beállítva, hogy itt most egy órával előrébb vagyunk, hogy 6 óra 30, 6 óra 40, 6 óra 50. Tehát így vannak a szundi üzemmódok belőle. Szerintem a szomszéd egyébként egy kreatív producer, akik ott szerintem kinyírta magát, mert hogy ez biztos, hogy hallja. És ugye hát én nem tudok más, hogy fölkelni, csak szundi üzemmódra. De vannak azok a nagyon dallamos, ilyen lágy, ilyen kedves ébresztő hangok. Csak új a telefonom, és ezt most állítottam be. Viszont az sziréna, te még mindig a szirénára kelsz, Laci? Azt figyelj, az döbbenetes. Akkor ne cigizzi az ágyon fel. A szirénára kelsz. Hál' Istennek Balázsnak olyan szomszédja van, aki nem mindig van annyira magánál, hogy ezt érzékelje reggelenként ezt a kis hangot. Úgyhogy szerintem ez csak őt kelti. De mert nagyon elfárad esténként, vagy mert annyira elfáradt. Tegnap SMS-eztem a kollégákkal, Zsüllel és Lacival, ők mondták, hogy átkerültek a másik hotelba, és hát van buli. Van buli, végre nem unalmas az este. Ott mindig van valami parti a másik hotelben. Igen, a mi hotelünk az offosabb hotel, ott mindig parti van. Viszont itt jobb a kaja, amivel mi nem eszünk soha mostanában, mert úgy jön ki sajnos a lépés, úgy van a beosztásunk, hogy elég sűrűn lemaradunk róla, ezért dobozba leszünk, de nem akarunk panaszkodni, pedig lenne mit. De ma este úgy döntöttünk, hogy elég a dobozból levésbe, mielőtt kimegyünk most az erdőbe. Most már fellázadunk. Tegnap Rogert néztem, úgyhogy azt mondtam, hogy ha nyer 2 szetben, akkor le tudok menni vacsorázni. Persze nem tudta behúzni 2 szetben, úgyhogy egészen pontosan este 7:30-kor végzett, sajnos. Egyébként nagyon jó meccset játszott. Közelít a Djoko Federer, csak mondom. Úgyhogy tegnap is dobozból kajáltunk, de ma már nem látom őt, mert hogy 20 óra 30-kor játszik majd. Úgyhogy
ma végre nem dobozból. Hópácska, hópácska. És tegnap jutottunk el, képzeld el, Ferenc, és képzeljétek el, kedves hallgatóink, arra a pontra, amikor már elkezdtünk fantáziálgatni mindenféle pörköltekről, tarhonyákról, rántott húsokról, stb. Hát nyilván én rántott szójáról, meg mit tudom én, szójapörköltről, meg szejtánról, meg rudliról, meg ilyenekről fantáziálgattam, de tegnap jött el az a pillanat, amikor már nagyon hiányoztak az otthoni kaják. Igen. Tényleg. Az úton kifelé arról beszéltünk, hogy ki mit fog enni először, ki mit fog főzni. Én itt el is hallgattam, ugye? Hát egy jó zabot. Egy jó zabot tudok, egy jó bundás kenyeret, hogy ki mit enne szívesen, mert egy hónap után egyébként az itteni kaják jók, de tök egyformák, nem használnak sok fokhagymát, hagymát, paprikát, fűszert, tök unalmas, hogy főznek egyébként. Jó, tehát van ennél rosszabb konyhái ország szerintem, de egy idő után halálosan unalmas. Tegnap mentünk ki az erdőbe, és negyed órán keresztül figyelj, ezt, ó, de az, azt! És aztán körbenéztünk, de hol vagyunk? Igen. És aztán, mintha megjelent volna az, amiről beszéltünk, mert az egyik stábtag csinált egy, itt a dél-afrikaiaknak egy csirkepörtör körketet nokedlivel. Rendesen szaggatta a nokedlit, hozott otthonról paprikát, igazi ház, magyar házi paprika, piros paprika, a csirke. A kézipogyászában csempészte át még 3 héttel ezelőtt, és a fürdőszobájában tárolta addig. Úgyhogy tegnap valami olyan élményben volt részem, hát Jani ebből kimaradt, amit nem éreztem már lassan 5 hete. De néztem az arcát Balázsnak. És az neked elég volt, mi? Igen, ahogy néztem azt a kis pörkölszaftos száját, hát hihetetlen. Na és mi az első ételetek, ha hazajöttök? Azt mondja, hogy szójapörkölt parasztarhonyával, és csípős csevege uborkával. Hát a parasztok gondolom. Ja, nem, csak a parasztarhonyára gondolom. Jó, hogy viccelsz, érted, vissza a gyökereimhez. Hazavissza, azon előbb magadra kell találni, hallad, mi lesz? Persze, hát tudd, hogy hol vagy? Elegem van vissza sok csiricsári ruhából, meg még mindenféle ilyen kifent-kikent beszédből, nem is értem ezek az úrinépek itt miről varjognak. Igen, jó ruhákat adnak el este a műsorba, jó kocsival mész, hoznak, visznek, hát végre egy kis parasztarhonyára. Mindegy. Legalább tegnap a forgatás közben egyszer kakába léptem, na, az legalább olyan volt, mint otthon. Igen. Szóval én nem tudom, én most egy kicsit kielégültem abból a szempontból, hogy tegnap csirkepörköltet. Jó, vissza a kajához. Ja. Szóval tegnap megvolt ez a csirkepörkölt nokedlivel, én most ezzel el vagyok egy kicsit, tehát tompította a hombágyat, de nyilván majd valami, amit a Viki főz, vagy amit a drága jó anyám csinál, amik egy jó húslevesér azért még mindig zsűl felső fogsorát nagyon szélesen kitépetném. Nem sok maradt belőle. Sajnos az értékesebb részeket már kiárusítottuk zsűlből. Igen, már nincsen sok a zsűlből, de még a felső alsó fogsora megvan. Egy jó házias húslevesér azon egyenként kitépetném a felső fogait. Tehát, hogy belemennék egy ilyen cserébe, hogy zsűl felső komplett fogsorát adják oda egy mondjuk anyukám által főzött jó kis húslevesér, az mondjuk egy jó díj lehetne. Szóval tudnak azért ezek a dolgok nagyon hiányozni. De egy olaszt is már úgy ennék, mert itt ugye hamisítják az olaszt. Igazából. Atya úristen, de gyenge. Elmentünk egy olasz étterembe. Egyszer tudtunk elmenni 4 hét alatt. Igen, kb. Egy héttel ezelőtt. Hát, ha ettetek már rossz pizzát, oda menjetek mindenképpen is. Próbáljátok. Szaladunk egy fél országba. Viszont nem vártunk rá csak 1,5 órát igazából. Nem, szóval nem érzik ezt a dolgot. Ő elmondta, hogy ő az olasz konyhát viszi, meg féli olasz, meg nem tudom. Hát vagy eltitkolta a család a receptet, vagy elhagyta, vagy saját főből dolgozik. Annyira félig olasz, mint amennyire Alekosz görög. Körülbelül egyébként, igen. Szóval, hogy hát nem volt igazából jó. És tudod, ez olyan érzés, hogy egy hónap után az ember beül, és azt mondja, na most eszem egy olyat. Mert azért úgy nagyon tud hiányozni. Ó, de jó lesz, jól átsütve. Ó, de fincsi. Hát igen, már az előételnél éreztük, hogy nem a mi helyünk. Na mindegy, mához 2 hétre már indulunk haza. Nem vagyunk otthon, de indulunk. Úgyhogy szójapörkölt parasztarhonyával egy kis csípős csemege uborkával, után pedig beverek még 2 kérémest is. És aztán egyet a szomszédnak. Igen, nem jó volt. Jobban vagyunk egymással, úgyhogy átmegyek egy másik utcába. Hát így egy másik utcába, és ott a 2 kérémes után beversz egyet valakinek. Na mi a helyzet otthon, van valami izgim? Na kérlek szépen. A tegnapi témánk folytatódik, hogyha akarsz róla tudni, vagy majd beszélünk róla később. Mivel? Ugye helyreigazította magát. Hát a Kozsó ügy. Tudom, de ki mit ír? Helyreigazította magát az alap, aki azt írta, hogy meghalt, és azt írják, hogy Kozsó menedzserétől kapták az információt, ugye, ha valaki nem emlékszik rá, csak egy mondatban, tegnap a 2 bulvárlap, a napi bulvárlapok
különböző információt írtak. Az egyik azt írta, hogy elhunyt Kozsó apukája, a másik azt mondta, hogy nyilatkozott, és hogy azt mondta, hogy Kozsó jobban van. Kiderült, hogy egyik se igaz, tehát hogy él ugyan, de nem nyilatkozott, de most aki azt írta, hogy meghalt, az helyre igazította saját magát. A tényként kezelt információ alapján azt írtuk, hogy a művész édesapja elhunyt. Tévedésért Kocsor Oszkártól és olvasóinktól is elnézést kérünk. A művész édesapjának egészséget és hosszú életet kívánunk. Na most én beszéltem az egyik menedzserével a Kozsónak, ő azt mondta, hogy ő ilyet nem mondott, de nem baj. Tehát amit a lap ír, hogy ezt a menedzser mond, lehet, hogy van neki több menedzsere. Hát ez történelmi pillanat volt, akkor bocsánat, hogy kértek valamiért. Hát ez is jobb, mint hogy azt írták volna, hogy hölgyem és olyan csoda történt. Igen, tegnap címlapot hoztuk. Itt az újabb címlap mégis jár. Feltámadás. Úgyhogy így állunk. A tegnap. De nekik nem nyilatkozott egyébként? Neki nem nyilatkozott. Nem is kérdezték, szerintem ezt a kis helyreigazítást hozták le, de aztán egy szó sem esik többet az újságban a sztoriról. Ez mondjuk a címlap alján van, itt rögtön az elején, a helyreigazítás, úgyhogy azt megtették. Azt hiszem, ezt meg is kellett, ugye? Hát azért elég nagy ferdítés volt, amit írtak. Megnevezték a forrást, hogy kitől jött. Ha ugyanaz a forrásunk, már hogy egy menedzsere van Kozsónak, akkor ez most megint nem igaz, de biztos van neki több menedzsere, nem tudom. Mert én beszéltem a menedzserrel, állítólag ő ilyet nem mondott. Na mindegy, hát van az a mondás, ugye, hogy akinek halálhíret költik, az sokáig fog élni, úgyhogy mi is azt gondoljuk, és azt kívánjuk, hogy Oszkár bácsi hosszú egészséges életet éljen. Úgyhogy ez az egyik, a másik, hogy tegnap majdnem összeverekedtem az egyik szomszéddal, mert Janinak jó szomszédja van, a közvetlen mellettem élő szomszéd az nekem is jó, de van a házban más is, akivel vannak néha ilyen torzsalkodások, jön ugyanis a Halloween. És ilyenkor tököt farag a családos ember, ugye, akinek vannak kiskorú gyerekei, ha te itthon lennél például Balázs, nyilván te is, mert Bennivel régen egy óriási sütőtökben mászkálnál könnyékig, és hát mi ezt ilyen tökére fejlesztettük ezt a történetet, már több is van, ráadásul a jó szomszédom, az Attila is beszállt a buliba, ő is faragott egyet, és tegnap jöttem haza délután, esténként rakunk bele egy gyertyát, és szerintem olyan tök hangulatos, meg romantikus. Jöttem hazafelé este, és ment a dörmögés az egyik emeletről, hogy minek kell meg ezt az amerikai ünnepet, már ez a rothadó kapitalizmust ide behozni. És megálltam, és mondtam neki, hogy én értem, hogy te most már egyedül élsz, mert idősebb vagy nem tudom, hogy élsz, de hogy nem lehetne, hogy békén hagyjuk egymást, mert a gyerekeim marhára élvezik, amikor egy töknek a tetejét levágod, két kézzel lehet benne turkálni, kikaparni, meg lehet rajzolni előre, hogy mosolygós tököt akarunk, vagy gonosz tököt akarunk, ki lehet vágni, és a kölykök marhára élvezik azt, hogy faragjuk a tököt. Hogy miért fáj az másnak, hogy érted, az energiámen ég egy ilyen tök lámpa? Miért? Mondja már meg valaki. Miért? Nem tudom, mert nincsen valami, a elkészítés közben nincsen valami exkluzíva, ami esetleg zavarhatja őt, hogy nem késsel faragjátok, hanem mondjuk láncfűrésszel, picit hangos, hogy valami. Mesztelenül? Nem, egyik se. Mondjuk erről azért kérnénk videót, hogy ez így fog történni a közeljövőben. Tehát mesztelenül láncfűrésszel faragok az erkélyen, és közbe pucsítok kifelé. Nem, nincs ez, bent a lakásban csináljuk, nem üvöltözünk közben, és késsel faragjuk. Tehát, hogy nem hangos, ha erre céloztál. Ez olyan érdekes, nem? Hogy tulajdonképpen tehát nem járt hanggal, nem járt szeméttel, kint van az erkélyen egy darab teamécsiség benne a töklámpában, tehát nem az van, hogyha ő nem húzza le a redőnyt, akkor az 5000 wattos reflektortól nem tud aludni, hanem hát ott őt elkezdte ez zavarni. Lehet, hogy nyugdíjas tűzrendész. Ja, és csodálkozhatnál, valamelyik nap fölmen ezt a porlótóval lefújni az összes tököt. Rendnek kell lenni. Mondd meg neki, hogy jó napot kívánok, tetszik tudni, ez alapvetően nem egy amerikai ünnep, hanem egy kelta ünnep, tehát Európából származik, úgyhogy nem kell a rothadó kapitalizmust emlegetni, csak úgy sokat olvasni. A kelták is rothadók, érted? Azok is, ott a kelták is elrothadtak, nézd meg, az összes kelta már nincs meg, és ők vitték ki Amcsiba. Szóval ilyen érdekes volt a dolog, hogy így nem... Kirepültek már a gyerekek, meg az unokák, aztán már nincsen kivel tököt faragni. Valószínűleg ez lett a bácsi problémája. Na de akkor jöjjön át. Még farag. Lenne egyedül még tényleg faragja. Na, hát ez nem biztos, hogy jól hallottam most, és ott állna már egy csodozó késsel, már ott vár, amikor hazavész. Eljöttem, Rákóczi úr, szívjuk el a békepipát, faragjunk egy tököt. Faragjunk együtt tököt. Ezeket nem érti az ember. Ugye, hogy miért, mi a fájdalmas benne. Na, úgyhogy így vagyunk.
tök mit fog majd, mit fog majd szólni akkor, amikor a gyerekek majd kinőnek a tökfaragásból, és megalapítjátok az első zenekaratokat, a Rákóczi Big Bandet, érted, családi zenekarként, érted, és akkor 3-2-1 érted, és így kezdődik majd minden. Nagy hangosít, igen, nagy hangosítás a kis szobában. Szóval tartsd a ritmust! Ez a te kártyád, vagy az én kártyám? Mutasd csak. Mi, ráírtad a nevedet? Pörkölt szaptos, a tiéd. Csirke pörkölt, nem, hogy szobakártyák halmazában ülök itt a stúdióban, és sose tudok bemenni a szobám, mindig elhagyom. Tiédi. Na, hogy állunk játékkal? 2-1-re vezetünk. 2-1-re vezetünk. Elhúztunk? Hát azért ezt elhúzásnak kicsit költői nevezni. A 2-1-et aranyos volt. Utca-osszal vezetünk? Igen. Igen, ha ma behúzzuk, akkor 3-1, azt már nevezheted így, hogy elhúztunk. De most 2-1. No, ma kapnak egy utolsó szöget a koporsójukba, és megvagyunk, nem? Holnap meg feltett lábbal lógatjuk a lábunkat. Ki játszott tegnap, mi volt? Te játszottál, és... Eljátszott, persze. Hiszem, én voltam? Nem? Aha. De. Nem, te játszottál, nem? Te játszottál? Te voltál, Feri? Nem, én nem játszottam. Én nem, én biztos, hogy nem. Te se? Én százszázalék, hogy nem. Zsül, te játszottál? Zsül, voltál? Zsül, már meg mit csináltam? Azt mondja, ő se volt. Esküszöm, hogy nem emlékszem, gyerekek, hogy mi volt tegnap. Mindegy, az állás a lényeg. Tök mindegy. Így van. Az állás a lényeg, tehát 2-1-re vezetünk, jó? Ha valaki érez magában energiát ezen a kicsit nekünk napos, nektek borongos csütörtök reggelen, akkor nyugodtan írjon SMS-t. SMS számunkat ugye mindenki tudja. Mi meghallgatjuk a legfrissebb híreket hosszú-hosszú időn keresztül, aztán jövünk a játékkal, amire SMS-ben lehet jelentkezni. 7:30 van pontosan, itt vagyunk mindjárt. A rádiózás legextrémebb kalandja. Morning Show. Másfél hónapon keresztül élőben Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 6:49, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága otthoniak, hello mindenkinek itthon. Mármint, hogy itt még nem itthon, hát azért nem költözünk ide, de hogy otthon és itt, Dél-Afrikában, ezt akartam mondani. Csak a Rádió Didivában. Rádió Tituában, így van. Rádió Tituá. Jelentsen ez egyébként tényleg bármit is. Azt mondja, hogy M1-es Budapest felé a 74-es kilométernél balesetnek már nyoma sincs, gimnazista. Küldte nekünk a 37-es számú főúton Tejköd, látótávolság 15 méter, kitartás nektek, Jani, üdv BS, a Sörös. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy az M5-ös autópálya 59-es kilométerénél van egy baleset, kamion áttörte a választókorlátot, Szeged felé már dugó van, Pest felé még lehet közlekedni. Zoli küldte nekünk, és nagy baleset van a Szolnok elkerülőn, a Tiszekécskei leágazónál. Kamion, teherautó, kisbusz, teljes útzár. Ezt Árpi küldte nekünk. Na, hát ezek a legfrissebbek most, ahogy látom a kis monitoromon. Egyelőre már, ami a közlekedést illeti, úgyhogy nincsen semmi más. Jó, nézem, hogy mit írt drága Anna nekünk. Azt mondja, hogy egészen pontosan 2-1, erről beszéltünk, igen. Tegnap Tomi volt, a biztonsági őr, nagyon helyes ember volt, és egy éve próbálkozott, ugye elmondta, de elvérzett. Elvérzett, úgyhogy végül is 2-1-re elhoztunk, vagyis ha ma bármelyikünk megnyeri a napot, akkor gyerekek, Dél-Afrika, Magyarország, 2-2, akkor egyenlítünk, mert most ők vezetnek, mármint, hogy Magyarország vezet, talán 2-1-re. És most egyenlítünk 2-2-re, ha nyerünk. Mi vezetünk 2-1-re? Dél-Afrika, Magyarország, igen. 2-1. Igen, tehát ti vezettet, hogy na, én most nem tudom, hogy én Magyarországhoz számítok-e, vagy Dél-Afrikához, de a műsorvezetőknek van 2 pontjuk, a hallgatóknak meg 1. Na, így van. Az oké, nem a heti összesítés mondom, tehát én hetiben mondom most, hogy Dél-Afrika, Magyarország úgy mennyi, de szerintem ott ők vezetnek. Ott ők vezetnek, ők 2-1, igazad van. Így van, tehát igen. Arra mondom a 2-1-et, igen, tehát hogy Magyarország vezet, mármint a hallgatóink, de ha ma egyenlítünk, illetve ha ma behúzzuk a mai napot, akkor viszont Dél-Afrika, Magyarország 2-2. Vág az agyad, öcsém. Bint a penge. Hallod, hogy te megbebőröd. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggelt kívánok, szervusztok. Jaj, micsoda rezignált kultúrán. Micsoda visszafogottság. István, hello István, honnan hívsz minket? Én Kazincbarcikáról telefonálok. Kazincbarcika, és mit csinálsz ott?
Hát igazság szerint Budapesten dolgozom, egészségügyben, ilyen térítéses betegellátás, ez külföldi állampolgárok magyarországi gyógykezelése. Aha, ezt intézed, vagy ebben segítesz nekik? Hát ezt szervezem, tehát én a kórházak részéről dolgozom. A kórházak részéről? Az ő ellátásokat próbálom megszervezni. Uh-huh. Aha, ez jó. Nagyjából ennyi. Csináltam mást is egyébként, egy ásványvizet cégnél is voltam, és küldtem egyszer nektek egy fél rakap ásványvizet, ilyen kék flakonos. Jani itt a sokáig láttam. Emlékszünk, köszönjük szépen. Vártuk köszönjük is a folytatást, de hát akkor ezek szerint ott hagyta a cég. Igen, de azért majd szólok, hogy küldjetek még. Küldjetek mindennek örülünk. Jól van, kivel szeretnél játszani, István? Hát Ferivel, méghozzá azért, mert akkor lehet, hogy mégse 2-2, azért csak Magyarország, már hagyjátok már itt, hát ha már hazajött. Ja, hogy akkor én most ide tartozom hozzá. Hát igen, uh-huh. Hát pontosan. Ja, jó. Hát már meglátjuk. Meglátjuk. Oké, indíthatjuk az órát, kész vagytok? Készen. Na, akkor 3, 2, 1, és tessék! István, te orvos vagy? Nem baj. Mérnök a végzettségem, csak véletlenül cseppentem ebbe bele. De gyógyítasz? Csak az ellátást szervezem, gyógyítás az az orvosok dolga. Uh-huh. Lenne egy kérdés. Akkor kérdezzél. Tanultál-e valamit főzni Dél-Afrikába, vagy volt-e kint alkalmat főzni Dél-Afrikába? Rettenetes a kajájuk, azt meséltem, ugye? Hát, keveset hallottam csak. Uh-huh. Rettenetes, egyedül szárított biltongot tudnék csinálni. Azt megtartod, mi a biltong? Hallottam, amikor beszéltetek róla, elég grémes. Uh-huh. Megkóstolnád? Hát, lehet, nem. Tudom, a francia gyerek. Miért csinálod ezt? István, hát olyan gyönyörűt igen. Játszottunk. Adjál neki, hol a gépfegyveresünk? Hol a gépfegyveresünk? Nosan, egy új tárat! István! Az ajtó. Gyerekek, az utóbbi hetek egyik legnagyobb játéka volt. Élveztem is, komolyan. 40 másodpercig. István támadott, hárított, Feri visszaszúrt, hátba szúrt, bökött, csőrözött, karmolt, harapott, István visszamart, szemet kapart. Gyerekek, itt minden volt. Minden volt. Na, olyan flottul toltátok. Mondom, még nem reggeliztem, lehet, hogy ez volt a baj, és a kajára gondoltam. Hiányzott az alb, és a lassan felszívódó a szénhidrát. Ugye, úgy játszottál, mintha minden nap ezt játszanád. Dumáltál, váltottál, kikerülted, nagyon-nagyon megérdemelted volna. Feri is jó volt, mindketten megérdemlitek, de ez egy régóta az egyik legjobb játék, amit hallottunk. Tényleg nem lassú, nem passzív, nem gondolkozós, nem mekegős, nem olyan, mint például, hogy én játszom már hetek óta. Micsoda, tegnap nyertél, nyugi. Laza voltál, flott, szórakoztató, a TV2 bármelyik műsorvezetője olyan tulajdonosan. Zsülfél karja. Igen. Hát sajnáljuk, mert nagyon. Ez... Igen. Hát ez jó, ez a sajnáljuk, ez mondjuk egy szerintem szemenszeret hazugság, ha én mondanám, akkor is az lenne, mert így 3-1 Balázs. Hát megvan a 3-1, hoztuk a hetet, de én szeretem olyan hallgatóknak odaadni, akik tényleg jól játszanak, mert olyan rutinnal toltad, hogy ez abszolút megérdemelhető lett volna. Akkor játszunk majd egy visszavágót. Jelentkezgetek jó, megint, aztán jó. Majd annyit írok, hogy jó. Ásványvízes visszavágó, és akkor fogjátok. Uh-huh. Ásványvíz visszavágó, jó. Hát teljen el egy kis idő, de valamikor akkor adunk egy lehetőséget. Mondjuk mindig munkahelyváltásainál szoktunk játszani, tehát hát az azért... ezt ne kívánt. Jó, hát az nem, ez már több mint 3 éve volt, vagy nem? 3 éve? Vagy 4 éve. Köszi a játékot, sajnáljuk. Ügyes voltál, tényleg megérdemelted volna, vigasztaljon a tudat, hogy szívesen adtuk volna oda. Jó? Jó, hát majd legközelebb. Vigasztaló lehet. Köszi a játékot. További szép napot akkor nektek is. Köszönjük neked is. Hello. Szia. Gyerekek. Tehát akit meg kell dicsérni, ezt megdicsérjük. Nagyon-nagyon flott volt. Tényleg. Olyan szinten természetesen beszélgettetek, mintha egy kávé mellett valahol a Blahán üldögéltetek volna valami kerthelyiségben, nem? Tényleg én is érdezem. Teljes, megakad, gondolkodik, lassú, és tök jó. Tényleg jó volt. Tényleg egyébként felé tudnál csinálni biltongot? Hát szerintem ne. Ahogyha fűszer lenne hozzá, biztos van benne valami speciális dolog. Meg ugye a mi tartósító technikánk az füstölő, a magyar, ők meg szárítják. Tehát ő kirakja a napra, érte, egy kicsit beköpik a legyegont, ha az is segít rajta, de elméletileg meg lehet csinálni a szárított marhahúst, mert hogy az nem más, mint a biltong, mint szárított marhahús. Vagy kudu. Hát vagy kudu, igen, de az vagy itt nagyon impala. Kevés van. Kerestem a kudut, de nincs. Illetve az a hangával, ha szövetkezek, és az állatkertből kiropjuk az impalákat, akkor esetleg lehetne belőle. De tényleg jó ez a biltong egyébként, finom.
Tényleg igen, hogyha jó. Az állatkert mellett nyílik egy biltongboltot, az jó volt. Az kicsit gyanús. Igen. 26-os úton Kazincba alszik a tejköd, és nincs kedvem dolgozni, a fejemben is tejköd. Petra kitartás. Neked 3 perc van pontosan 7 óra, jönnek újra a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Ha indul a reggel, és kivet az ágy, ha már a csap feled, hangzik a szád. A zuhany alatt, vagy a kádé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már kor előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, a napban két szó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra, amúgy pontosan 10 perccel. Hello, mindenkinek jó reggelt kívánunk. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, 2/3 itt, 1/3 ott, de együtt és mindenkivel egyébként, aki bennünket hallgat. Itt vagyunk, nem fájdítom a szíveteket, hogy itt most milyen idő van és hány fok van, és kicsit egyre szorongva gondolunk arra, hogy mi lesz majd, ha hazamegyünk, vagy egyre jobban szorongva. Így van, de azért elmondanánk, hogy 30 fok van jelenleg. 30 fok van jelenleg. Felhő nincs az égen, gyerekek, és olyan szintű napsütés, a, hogy te személy vállalt. Akkor nektek itt van itt a visszavágó a 30 fokra. Tessék, ezek. Rohadé. Keserves cudar idők jönnek rád, Rákóczi, amikor hazamegy. Ezek vannak. Szívni fogsz. A Békés Csabai Kolbász Fesztivál maradékát itt azért elhoztam nektek, tehát háromféle házi kolbász, négyféle kézműves sajt van, mangalicasonka, fügelekvár, van egy fűszeres fügelekvár, egy levendulás, marcipános baracklekvárt hoztam a kis sajtokhoz, meg Anna hozott pékárút. Jó, ez csak a 36 fokért cserébe mutatom nektek. Mm-hmm. A hallgatóknak elmondjuk, hogy a Skype milyen jó dolog, mert akkor meg lehet mutatni az ételeket. Na, ezek vannak. Nem. Jó, neztek a 36 fokra itt a visszavágó. Mm. Tessék. Azért az zap se rossz. Unalmas tükörtojás, amit egy hónapja eszem itt lenne. Kézműves csaj. Igen. Á, igen, hát ez szépen, szépen néz ki. Na. Na mindegy. Elkezdett beborulni az ég. Nem, nem, akkor most már tegyél rá egy lapáttal. Még hetekig ilyen jó idő lesz. Ja. És egyre csak melegszik az idő. És egyre jobb. Na, nézzük mi helyzet az utakon. 77-es úton Veszprém és Nemesvámos között két autó összeütközött, a rendőrök már helyszínelnek. Ihtó vagyok, voltam és leszek. Köszönjük szépen. Nálunk minden este Halloween van, mert az asszony forogja a tököm. Köszönjük. M5-ös 58-as kilométer baleset, kamion keresztben, asszalagkorláton. És a szervek már felvonultak, kezdődik a mentés. Körülbelül 1 kilométeres torlódás, gyerekek, úgyhogy mindenki vigyázzon, ez az M5-ösön van, az 59-es kilométernél még hozzá Szeged irányába, úgyhogy ha azt tudjátok, kerüljétek el, Budapest felé még járható az M5-ös. Mikro Feszkó küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. M7-es Balcsi felé Pákozdi pihenőben KPM és büfékocsi szedi az áldozatait, úgyhogy ott is figyeljen mindenki, Kazincbarcika tejfölköd, ez a 26-os útra vonatkozik, és az M1-es Budapest felé a 74-es kilométernél balesetnek már nyoma sincs, ezt gimnazista küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Azt nézem, hogy volt valamilyen SMS, igen, Federerrel kapcsolatban. Balázs, a Federer kétszer nyer a két ATP ezresen, és Gyokó meg korán kiesik, akkor újra világelső szakmázunk, kérdezi valaki. Goppa! Persze. Hát két ATP ezres már nincsen egyébként. Tehát van a száma, csörög rá. Én élőben kínozlak benneteket ezzel. Tehát két ATP ezres, ezt nem tudom, hogy érted, mert nincs már két ATP ezres. Az utolsó most zajlik éppen Párizsban. És utána van az ATP világbajnokság. Uh-huh. De az ugye nem az ATP Masters-ek között van, hanem az ATP világbajnokság, az más, mint egy ATP ezres. És arra már kvalifikálta magát Féle. Arra ő már kvalifikálta magát, így van. Ráadásul valóban van abban valami, hogy ha ő most jól végez, és Gyokó kevés pontot tud megvédeni, illetve a VB-n is jól szerepel, akkor akár világ elsőként is zárhatja az évet, ami gyerekek nagy szám lenne. Ja, hát az megint 8 új Rolex. Az 8 új Rolex. Hova teszi egyébként ezeket az órákat szerinted? Szerintem, hát, szerintem van egy szép kis vitrínje, és elosztogatja meg, hát nyilván van egy külön gardrób az óráknak? Pont most láttam, nem is tudom, nem, igen, talán hol is, Bázelban, vagy előtte egy ATP ezeresen, nem tudom hol, igen, megnyerte, nem, Bázelban, és csak úgy kapott egy Rolexet, tudod, és így... Shanghai.
megköszönt, igen, tényleg Sánkhájban megnézte, megköszönte, eltette, tudod, de már úgy az 50. tudod. Hát, szóval, hogy úgy egy idő után nyilván nem tehet erről az ember, de hát most jó, ott a szponzor, őt is szponzorálja, kapott még egy Rolexet, na hát a francba, meg ott állt hátul, azt hiszem talán egy SL Merci, vagy valami, amit ilyenkor odaadnak a győztesnek. De tudod, ezek ezen a szinten már olyan kicsit talán nyűg is, hogy franc, most ezt is hazaszállítani, a kutya fáját, konténer, rohadt életet, tegyétek le a ház előtt azt a rohadt Mercit, aztán hagyjatok békén. Igen, hát lehet egy pár órára. Nyilván, hogy évek óta egyébként a Rolex is támogatója. Úgyhogy, hát igen. És gondolom a legjobb modelleket kapja meg. Van 65 Daytonája már biztos. Biztos, hogy mindig a személytitkárának kifelé jövet, a zuhanyzó felé. Ő pedig valamelyik internetes portálon. Én a Rolexeket annyira nem szeretem egyébként, tehát más órákban hiszek. De hát jó lehet azért, mikor van 20 darab Rolexet, csak tudom. Úgy, nem? Így van. Egy hétfőre, egy kedre, egy szerdai egy Rolex. Egy hétfőre, egy kedre, igen, az óráid összértéke mondjuk egy 100-120 millió forint, és akkor még nem beszéltünk az ingatlanokról, semmi másról, reklámszerződés, csak arról, hogy mondjuk az órákban van neked mondjuk egy 100-150 millió forintot. Nem? Azért ezen így érdemes elgondolkodni. Az jó lehet. Igen. Na mindegy. Feri, egyél meg egy finom húslevest előttük, hogy lássák. Nem vagyok szadista. Ezt a kaszatibi már előtte, csak gondoltam erre a 36-ra reagálunk, mert ugye ma elment a sövezet, egy óra múlva már itt van Gábor, és Puliszka! Bizonyám, ő is szokott ebből csemek, de hogy szokott, ő rosszul lesz, ahogy belép, és meglátja ezt a tálat. Kicsit túlsúlyban vannak az állati fehérjék. De jó hozott! Szeretek ide bejönni. Szeretek bejönni, kicsit az állati fehérjék túlsúlyban van neki. Jaj, érzem rajtatok a szeretetet, illetve az őszinte érdeklődést. Jól néztek ki. Nekem már te, Balázs. Nekem már hiányzik a kis barátom. Jön 8 után, egyébként nagyon jó témáink lesznek. Egyrészt ugye beszél arról, hogy mi van ezekben az ominózus pudingokban, amiről most elég sok szó esik, és elég sok gyerek eszi. Jó, nem jó, együnk-e ilyen pudingot, ne együnk pudingot. És aztán kértem, hogy válogasson össze egy olyan immunerősítő koktélt, ami gyerekek ihatnak, felnőttek ihatnak, itt a rossz idő, itt az ősz, itt a hideg, hogy mivel tudjuk felturbozni az immunrendszerünket, erről beszél majd. Úgyhogy két részre osztjuk az elmentes övezetet. Egy kis pudingozás, jó az, minden nap csoki pudingot eszik a gyerek, mi van ezekben a pudingokban, mivel sűrűsítik, stb. Illetve az előadás második felében pedig az immunrendszer fokozó kis ételekről beszél majd. Ami Gáborunk, már két hete nem láttuk gyerekek. Bizony. Két hete nem. Múlt héten szünet volt, ugye, és az előtt volt. Úgyhogy lesz nagy lelkes farokcsóválás, nem, hogy körbeszagolgatjátok majd egymást, hát, két boldogan kutya. Én nagyon szeretem. Én megölelgetem, nyomok egy puszit a Skype-ra, megpuszilgatom, úgyhogy igen. Na. Én mindig örülök neki, hogyha jön. Tényleg, őszintén. Mindig az akkoriról mindig eszembe jutnak a 80-as évek. Előremutató az, amit mond. Neked még a 90-es is. Ja, nekem úgy általában neked, az akok. Neked azért még mindig ugyanezek az akok, másnak a 80-as évek. Igen. Olyan jó kétsorosan van. Tehát jobb, mintha egysoros lenne, nem? Az pont a kétszoros. Hát igen, Gábor, amilyen zakókat hord utoljára, 77-ben láttam ilyet Deriken. Igen. Néztem konkrétan, hogy a két férfi egy esetben volt. Én nem is értem egyébként ezt a, hogy hívják, ezt a szignált a rovatnak az elején. Mert úgy kellene kezdeni, hogy és akkor bejön a Gábor. De ez volt a Deriknek a zenéje? Jó, de Derik is milyen ügyes volt, érted? Hiába volt csúnya zakója, mindent megfejtett mindig. Így van, és milyen ügyesen titkolta, hogy náci volt. Hát jó, és a szeme alatt lévő táskában mindig a mobiltelefonját tárolta. Így van. Nem, az egy vonalas telefon volt, mert elfért benne az is. Na jó, akkor most megkapjátok. Réci. Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. Bosszúság a római em. Nur arger midden men asrom. Ja, ja. Ja, vol, mein kapitán. Nur arger midden men asrom. Ez epizódnak a címe. Ennyi volt a zene? Igen. Ennyi volt a zene? Nem akarták húzni, inkább a sztorira mentek rá. Volt ez? De én hosszú főcímre emlékszem. Én imádtam. A tetthelyi is nagyon jó volt egyébként, a Tatorté, azt is, úristen, annyira jók voltak ezek a zenék. Jézus Mária. Nem véletlenül, hogy így beégett Derik is. Na. Már keres is a Tatortot. Figyeld. Nem biztos, hogy főcímmel kezdődünk. Nagyon remélem. Aha, nem elmondom. Ez most manga pornó, bocsánat. Ja? Tegnap estéről itt maradt.
Várni, akkor mutatok egy másikat. Te így emlékszel ezekre a zenékre? Was das? Mein Kind braucht fast erst neue Windeln. Aha. Sie können den Jungen im Krankenwagen versorgen. Oh, komm, es wird. Wie hat er denn da? Én tudod, minek szerettem nagyon a... Nicht listen! A Guldenburgok örökségének nagyon szerettem az edényt. Na hagyjál már! Igen, én a nők a pénzben. Nem hiszed el, hogy mennyire szerettem a Guldenburgokat. Nem, emlékeztek a Guldenburgok öröksége német filmsorozatra? Mutatom a zenéért, figyelj, megőrülsz, annyira jó volt. És volt a Lauriszen nevezetű kopasz ember. Igen. Ő volt a gonosz mindig, és amikor ő megjelent, akkor alákevertek egy ilyen nagyon durva zenét, amit most nem tudok megmutatni, mert az már a sorozaton belül volt, nem főcím volt. De amikor jött Lauriszen, akkor így mindig bekevertek egy ilyen zenét, és ültünk ott, és néztük, és nagyon szerettük, de a Guldenburgok öröksége. Édes Isten, beszélj! Emma! Öleld már meg a Jani. Guldenburgok öröksége. Igen. De hallgassátok! Ültünk, édesanyám nagyon szerette, mi is néztük. Volt benne egy tök jó szőke csaj, nem emlékszem a nevére, göndör fürtjei voltak. Úristen, mennyire dekadens. Guldenburgok öröksége. Aha, messze láttad magadat, hogy a kis izé a pej csődörödön belovagolsz a völgybe, zsabós ujjú ingben, és hogy hívják hol? Ugyanaz az ember mondja, aki a Nils Holgerssont is mondta, csak mondom. Na, igen. Rendezte Jürgen Goszlár. Nézi, a Sebesnyi család. Bemutattuk. A Guldenburgok öröksége című sorozat első részét. Első rész? Hát én ezt ma megnézem. Visszavonulok a szobámba és megnézem. Jó, akkor én meg elkezdem újra az Omnium családot. Én meg azt imáztam. De jó volt. James Onion, Bénzkapitány úgy nézett ki, mint apám. Jaj, időnként felhorgat, kitépett egy árbocot, és agyonverte vele a lázadó matrózokat. És az a barkó megvan? James kapitánynak a barkó? Azért is mondtam. Akkor tessék, ez micsoda? Figyeljetek, tessék fölismerni. Jó, figyelj. Ez mi? A csend hangja is nem csapva. Jó? Mi ez? Ki mondja rá? Kórházaváros végén. Dehogy is. Nem, ez a klinikák. Klinikák! Mekkora volt? Bemutatjuk a Klinika című filmsorozatot. Dehogy gáz! Hát ezt egy ország nézte. Jó, persze. Ne szakadjuk meg a bultunkat, dehogy gáz. Akkor soha. Ez jó volt. Én most felvállalom. 24, meg Dexter, meg Homeland, meg mit tudom én. De akkor a Klinika, hát neked Udo Brinkmann semmi? Elkenővér? Elkenővér az jó. Hányszor csináltad meg? Hányszor csináltad meg szemmel fejben? Istenem! Szinte látom meg. A nők a pult mögött, azt hallgassuk még meg. Nők a pult mögött. Annak is ilyen nagyon jellegzetes zenéje volt? Annak még a szövegére is emlékszem. Nők a pult mögött. Hallgassuk meg az első rész címét. A hazatérés. Nem mondjátok, hogy nem volt jó. Hát ezek történelmi pillanatok, kérem szépen. Első részek. Jó, oké, tessék, ez minek volt a zenéje? Figyeljetek, igen. Nem mondom meg. Ezt is nagyon szeretsz, sokan nézték. Én szerelmes voltam kicsit a csajba. Koncentrálok. Nagyon szerelmes voltam a csajba. Szerelmes voltál a csajba? Szerelmes voltam. Kalánka néni. Jó? Csűrös karul a szomszédok. Ennyi volt a zene? Aha. Most nem hosszú. Ez mi? Nyugi. Pirc kapitány kalandjai. Nem tudom, hogy van ez zene, de erre Úristen. Lesz előrébb. Baj történt. Jó. Most már kíváncsi vagyok a képre is. Ez eddig pornó. Dempsey és még pisz. Dempsey és még pisz. Nem mondd, hogy nem mondd, csak ennek nincs zenéje. Miért nincsenek zenéje Dempsey és még pisz? Figyelj, a csaj az gyönyörű volt benne. Egy olyan szép szőke nő volt benne. Emlékeztek? Na, hát ez jó. Dempsey, Michael Brandon, Horsányi Gálvány. Most ha megnézem, ki volt a még pisz. Még pisz, Glynis Barber. Ja, a világhírű Glynis Barber. Na, be is írom, Glynis Barber. Nézzük meg, hogy néz ki. Jaj, gyerekek, na, hát ezek nagyon jó sorozatok voltak. Mit szeretnél, nők a pult mögött? Azt! Üzd már be! Nem is emlékszem. Jellegzetes zenéje volt? Nem tudom, pont ez az, hogy nem tudom. De úgy emlékszem, hogy annak az elején is Bazse vált valamelyik. Na figyelj. Kis pisze. Jó az. Ezt neked gondolom, betűnök. Ez az! Nagy totál a panelekről. Nagy totál a panelekről, így van. Ti
Hey, nők a pult mögött. Ezt anyám nézte, én már ezt nem. Sajt közelik, tej közelik, kenyér közelik, megőrülsz annyira jó. Péksütemények, vajak, halak. Minden, ami nem volt kapható akkor. Tekerős pénztárgép, tekerős, igen. Minden, amit nem tudtál akkor megvenni, tekerős pénztárgép, megőrülsz annyira jó. Igen, és akkor innen egy ugrás a valóságba. Mit tetszik? Igen, mit tetszik én? Jaj, de jó volt. Szóljatok még, ha eszetekbe jut valami. Jaj, Istenem, de jók voltak ezek. Helyen közzel. Hát ott volt ugye nagy kedvencünk. Ez ki volt? Az édesapám által következetesen csak Starcsi és Hucknak nevezett. Starcsi és Hucks. Huck? Tényleg. Az nagyon-nagyon jó volt. Tehát ugye aztán később remake is készült belőle. Mozis remake. Jó, mutatom a következőt. Mindjárt ezt is megmutatom. Azt mondja, hogy ez minek volt a zenéje. Figyelj. Remélem a forró rágó humi lesz. Ó, San Francisco utcáin. Na, mi van? Imádtam. Nézted? Figyelj. Michael Douglas. A legnagyobb. Imádtam ezt a sorozatot. Egy részt nem láttam belőle. Nem mondd már. Nem. Imádtam. Nem szerettem. Imádtam. Soha. Figyelj, ez a zenétől kész voltam egyébként. San Francisco utcáin. Istenem. Köszönöm. Nem tudom már, hogy úgy jutottunk el idáig, de köszönöm. Michael Douglas. Úristen, de jó. Dörner György. Jaj, de jó volt. Ez a zene. Sose láttam egy részt. Üldözős jeleneteknél mindig olyan nagy ugratások voltak az utcán, arra emlékszel? Igen. Marha volt. Ez nagyon jó sorozat volt. Mint a Az, aki kíván. Ezt megmondja, egy ajándékcsomag, tessék, figyelj, nagyon szerettem. Ez még csak ez a magának a tévének a főcíme. Figyelj. Mi van? Figyelj. Rózsaszín pártot. Figyelj, nem, hasonlít. Tudjátok mi ez? Várjál! Sokat néztük, gyerekként, ez egy mesefilm. Egy, várjál! Jamie és a csoda lámpa? Nem, hasonlít, de aha. Nem. Figyelj! Itt már kimondták, ugye? Szuper. A forgatókönyvet Forrest Wilson meséje alapján Jenny McDade írta. Szuper nagy és a bűvös. Első rész. Szuper nagy és a bűvös sugár. Nincs meg nektek a szuper nagy. Nem láttátok a szuper nagy? Nem. Körözött a homloka körül, így azt csinált, hogy így a két mutatójával a homlokára bökött, körözött a mutatója körül, és csinált egy metávillát, és akkor jaj, eszébe jutott a megoldás. Megvan. És megoldotta így a feladatot. Van. Így körözött, metávilla, és ott beugrott neki valami. Így van. És aztán csinált valamit. Azt már nem tudom. És az utolsó részben rajtaütöttek az ápolók. Aki körözött a feje körül, az Tau bácsi volt. Ő rá emlékeztek? Igen. A névadó bácsi. Jó, a kalapja igen. Körül. Igen. A szupernagyi az úton mutatójával a homlokán aha. Körül körözött, és utána metávillát csinált. Igen. Jó, tessék, ez mi? Jaj, Surda, hát ezt mindenki ismeri. Boriboyer, Surda is. Ilyen nyomod lett egy csetice. Hát mekkora volt, gyerekek? Zseni. Gyerekkorunk zené. Hosszú nem. Megy már, magyarul. Félrenyomta. Surda, gyerekek, emlékeztek rá? De jó volt. Kávét nekem ezt inkább a szüleim mindig. Nézték. Kávét ivott mindig, így van. Jaj, de jó volt. Jó, tessék, erre kimondja rá. Nagyon-nagyon rövid időtök lesz, nem adok sok időt. Figyel. Nem beteg vagy. De ez nem is az. Milyen? Nagy horgász. Nem. Nem, ez a Misi Mókus kalandjait ja. Akartam nektek elindítani, de ez nem az. Azt hittem, hogy a belgrádi film partizán filmek ez volt. Emlékeztek a Misi Mókus kalandjait? Igen, gyűlöltem. Én is gyűlöltem. Emlékszem egy részem, amikor a makkot kereste, és elment valami ilyen az üvegkegyelés túlra. Örökké termő fához. Az örökké termő fához, és hogy féltem attól? Igen.
Feri, miért pont az örökké termő fajudott az eszedbe az agráriumban, gyereké? Szerinted. Figyelj, úgy örültünk volna neki, úgy kígyósan, hogy öröm lett volna nézni. Ja, hallod, gyere, szaladjál már befele! Ezt te nézed, bábek! Jaj, gyerekek, na jó, egy utolsó, remélem ez főcímmel indul, figyelj. Ezt a hangszint honnan? Egér a marson. Dehogy is. Nem, be fog ugrani. Ne, puskáztam eszenőt, figyelj. Vagyok. Gyerekként nagyon sokat néztük. Mit tud a hangszerelés? Nincs meg? Ez nem egy korai első emlékszám. Igen, a kezdődik bonanzabban. Így van, kicsit kisberkes játszab az ott. Ez magyar. Nem, megvan. Mondhatom? Mondhatod. Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugripnek. Rohadtul megvan, imádtam. Imádtam, de csak emiatt. A legkisebb ugripüles, persze. Legkisebb ugripüles. Imádtam. Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugripnek. Egyszer zseniális volt. Ja. Feri talán még emlékszik az Alfa Hold bázisra. Életünk legnagyobb parája volt. Az akkor életünké. Okay. És az utolsó, és utána elmegyünk hírekre, aztán megnézzük a hallgatók, mit szeretnének hallani, és akkor hírek után bejátszunk, figyeld. Ez a kockás film. Ez a... Igen, na, én ezt utáltam. Gyűlöltem. Távcső, belenézem. Kikerekedik. Fül összetekeredik. Ugye azon hallgatóink kedvéért, akik esetleg nem tudják, egy nyúl, aki minden problémát megoldott, belenézett a távcsövébe, látta, hogy valahol valaki bajban van, összehajtotta a távcsövet, propellert csinált a füléből, hogy miért kell ezzel sokkolni a gyerekeket, de tényleg. És oda repült, ahol baj volt, és megoldotta. Magyar volt ez. Igen, is. Egyébként. Volt benne egy rossz fiú, nagy darab, kövér, szeplős. Aj, de jó. Istenem. Hogy már nincs. Az M2 ismétli őket csak, szóval nem is most már az M3. Nem, néha ezeket jól a mi gyerekeinknek majd, amikor felnőnek egy jégkorszak, vagy egy bogyó és babóca, ugyanilyen traumatikus élmény lesz, hogy most meglátom a kockásfülű nyulat, vagy már nem fog ugrani akkorát egyébként a technika, hogy megnézel egy kockásfülű nyúl, a címe Kriszta a játszótéren. És nem hiszed el, hogy ez neked akkor jó volt, de nyilván jó volt, hiszen nem volt viszonyítási alapod, nem? Hogy ők ugyanígy gondolnak, hogy ezek a mesék most már jobbak. Ugyanúgy emlékeznek majd az összes ilyenekre. Na csak jó, nem Kriszta lesz, hanem itt tudom, Eki a játszótéren. Gina a játszótéren. A kis Gina. A kis Gina elment játszótéren. Ne adja Isten. Na jó van, nosztalgiázunk még egy picit. Jó, 8:04, jönnek a legfrissebb hírek Imolától, mi pedig jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 6 perc múlva. Gyerekek, ki az az Imola, aki nekem beugrott így, hogy Imola mondja el a híreket? Egy egykori hírszerkesztőnk volt egy két rádióval ezelőtt. És ez egy regressziós hipnózisba kerültem most? Igen, láttam, hogy egy picit elfelhősödik a tekinteted, és mögém nézel. És akkor mondtad ki a szót. Igen, szegény Kata leimoláztam, bocsánat ezért. Nem tudom, ez egy rövid zárat. Vagy jött valami friss hír a Forma 1-ből. Felújították az imolai pályát, lehet, hogy ez lehet. Na, én nem is tudom már, hogy keveredtünk el, de megmondom őszintén, mindannyian kicsit, hát hogy is mondjam, érzelmileg elkötelezettek vagyunk, ha a retro adásról van szó. Legutóbb ugye arról beszélgettünk, vagy azon dalokba hallgattunk bele, amit ugye hallgattak édesanyáink, édesapáink, hogy ki milyen zenét hallgatott otthon. Most pedig, hogy jutottunk el ide, tényleg már nem is emlékszem, de belehallgattunk különböző filmek, mesefilmek, sorozatok, főcím zenéibe, amire ugye egy egész ország ébredt, vagy feküdt le, vagy ült a tévé elé, vagy nézte, vagy ugye hát, ha mesefilmről van szó, akkor a gyerekek 7 óra előtt lefekvésnél egyfajta ilyen kollektív tudatállapotban leültek, és megnéztek olyan meséket, ami nekünk nagy élmény, hát a mai gyerekek már, vagy mai fiatalok nem nagyon tudják, hogy mi az öregek, most mit hallgatunk itt a rádióban. Hát persze, mert azért valljuk be őszintén, hogy a morzézva pisilés mellett a nosztalgiázás a legbiztosabb jel az öregedésnek. Igen. Meg hát ezek ugye úgynevezett generációs élmények már. Na mutatom akkor, Feri, te ezt nagyon szeretted. Figyelj, még egy-kettő, jó? Csak így az íze véget. Figyelj, ezt te szeretni fogod, ezt tudom, hogy ezt te szeretted. Jó, de jó ez, na ki tudja? De gyűlöltem! Gyűlöltem! Ez Ismano.
édermester örök, hála finom ez a csokoláda. Hátja, úristen. Nagyon jó. Gyűlöltem, gyerekek, tiszta szívemből. Pumukli. Emlékeztek? Pumukli. Szörnyű volt. Szörnyű volt. Na figyelj, következő. Besírtok rajta. Nem tudom, hogy heti volt, napi volt-e, megőrültök. Én imádtam. Ah, oh! Figyelj! De jó! És a magyar heti szöveg volt. Is. Napi volt? Heti. Kabír benni. Kabír benni, gyerekek. Milyen szép volt benne a lány ott is egyébként. A Marian, vagy Marian, vagy nem tudom, hogy tudták. Marian. De jó az eredetivel hallgatni. Igen, jó nekünk lesz. Jó lesz. Jó volt a Neoton féle verzió is, de azért én ezt jobban szeretem. Húzzuk fel a vitorlás. Kezeket fel! Mekkora volt? De az a durva egyébként, hogy, hogy borsozik tőle a hátam. Tehát, hogy azért ez tényleg nagyon jó volt. Ah. Hány rész volt belőle? Nagyon sok? Nem volt ilyen Dallas hosszúságú, de sok volt belőle, ugye? Sok. Ugrik a tigrissel. És a végén soha nem értettem ezt az érted, tűzbe megyünk, vagy a vízbe esünk igen, érte, veled. Igen, érted, tűzbe megyünk, vagy a vízbe esünk, igen. Aj, de jó volt, gyerekek. Na jó. És volt egy szerelme, akit megölnek. És akkor őt, én egy olyan részre emlékszem, hogy betekerik ilyen fácsliba, vagy mibe, arra emlékeztek arra a részre. És bedobják a vízbe. És bedobják a vízbe, neked is megmaradt, meg. És a víz alatt kivágja magát, ugye abból van a... Van egy kés. Van el egy kés, és fölúszik, és akkor a hajó már elmegy, azt hiszik, hogy meghal, és visszajön. És közben meg dehogy is. Aj, de jó volt. Jaj, Istenem. És a na Brooke jó. volt, a brit kormányzó, ő volt az ellenség. Aki természetesen nem volt jóképű, pufi volt, kevés haja volt, és elnyomó volt. Még véletlenül se egy jóképű brit tisztet állítottak vele szembe. Na, a következő. Legyen. Én ezt nem néztem, szerintem ezt inkább a szüleink nézték, de lehet, hogy beugrik. Uh-huh. Ezt tudom, hogy anyukám nagyon szerette. Megvan, az milyen? Angyal. Nem. Akkor a két férfi egyeset. Az sem. Nem, akkor ki, minden lében két kanál. Nem, az sem. Rántások, pirítások, habarások, két perc. Nem tudom. Nem kell mindig kaviár. No. Ja, tényleg. Jaj, de hülye vagyok. Nem kell volt. Mindig ha kaviár. Én ezt a klubban elmesélem. Így van. A második világháború alatt Lisszabon nyüzsgött a kémektől. Közéjük tartozott, már nem tudom kicsoda is. Aki kettős ügynök volt, ha jól kettős emlékszem. Kettős ügynök, bizonyám. Nem kell mindig kaviár. Aj. Dies, meine Damen und Herren, ist der Held unserer Geschichte. Na, mi van még? Mi van még? Mit gyűjtöttem még? Na. Hát egyébként, ha már megemlítettem, azért az angyalnak rettenetesen jó zenéje volt, az Roger Moore volt. Iszonyatosan jó sorozat volt. Jön ez, várjál, nem el fogod mondani, mire gondolsz még, figyelj. Ez mi volt? Nincs meg? De megvan. Csak figyelj. A zene megvan, de nem tudom én sem ilyen. Kevesebbet néztük, szerintem. Kicsit régebbi. Telly Savalas. Jaj, Kocsek! Oh. Kocsek, persze! Kocsek! Magyar hangja, a magyar Kocsek Inke László. Kocsek. Nyugodjon békén. Emlékszel a Kocsek Budapestenre? A igen, Kocsek azért. Budapesten, persze. Figyeld, erre azonnal rá fogjátok mondani, azonnal. Király. Megőrülsz. Még ma is. Figyeld, nem hiszed el, figyeld. Megőrülsz. Figyelj. Már ott jön hát a Linda. Jó, de mind a mai napig. Tehát, hogy az a baj, hogy kitörölhetetlen. Piros, mint a Kármin című epizód. Hát én megnézek egyet. Görben, Nyóra, Szerenyei Béla. Akkora minden. Mekkora. Ez
Laci, 18 éves most hallgatja az anyja mögött a kocsiban, vagy mellett mit szól? Istenem. Hogy mi öregek vagyunk? Nem, taták vagyunk? Nem hiszem. Azt mondja, hogy kellemetlen. De ezt a zenét meghallja. Összes. Szegény Vukán György, de ha ezt a zenét meghallja, akkor azt mondja, hogy ú, de ciki. De nem az, nem az. Hát ez de nincs hozzá kapcsolt élmény. Átvetik a világon mindenhol, ez nagyon-nagyon jó. Jó. Nagyon jó volt. Úristen. Az a babetta. Azok az alapfokú tékvándó technikák. Azok a combok. Ó, gyerekek. Szerenyei Béla combjai természet. Na, mit akartak? Vagy Bodrogi még... Gyulái. Van még valami, amit szívesen meghallgatnátok? Az Onidin családot beszéltük, azt meghallgattuk már? Azt mondjuk nem nyilván gyorsan kitaláljuk, de... volt az országban. Hihetetlen. De azt nagyon szerettem én is. Nem láttam. Nem néztem. Figyelj, ott olyan dráma volt, olyan fordulat, elveszítette a rakományt, viharba került, fölállt talpra. Minden, igen. Két hetente mindig mindent egy lapra tett fel, ez nagyon szerettem, tudod, hogy soha nem volt olyan, hogy mondjuk egy hónapon keresztül megkockáztatta volna egy teljes család egzisztenciája. Hú, gyerekek, utána olyat találtam, megörültök. Igen. És kinyit a zene. Édes. Mindig valami hajón állt valaki, és mutatta, hogy merre menjünk. Igen. Micsoda felvétel! Állt az orrár bocnál! Micsoda felvétel! Tajtékos volt az ősz haja, a jövőbe tekintett, ami reményekkel, csalódásokkal és tragédiákkal volt teli. Írta Cyril Abraham. Na figyelj, és most olyat kaptok, besírtok. Na. Ez remélem, hogy az lesz, mert most kettőt kaptam itt közben. Itt van. Figyelj! Rettenetesen szerettem, és mindig annyira féltem tőle, rettenetesen félelmetes volt. Gyerekfejjel. A főszerepben Michele Placido, Sergio. A polip. A polip! Úristen, hogy utáltam. Ez nekem is kimaradt. Imádtam. Michele Placido. Látod, gyerekek, pont az a 7 év. Az olasz maffiáról szólt, több évada volt, és a végén megölik, és brutálisan izgalmas. Egy rendőr. A hihetetlen. Na jó. Itt már szerintem mi fejjeltük otthon az alasztal. Michele Placido. Magyarok. Poli. Andrész Kati, Végvári Tamás, Hegyi Barbara, Fülöp Zsigmond. Figyelj, ha ettől megölik, a végén megölik. Ha ettől féltél, akkor mit szóltál volna a Messziről jött ember című sorozathoz? Ahol megjelent valaki az erdőben egy véres fejjel állandóan. Én abból nem mertem soha megnézni, csak 2-3 percet. Teljesen kész voltam tőle. Jó, akkor még egy. Az utolsó. Igen. Nem tudom, hogy főcíme kezdődik-e. Istenem, add, hogy legyen zenéje. Imádtam a zenéjét. Toranaga a parancsa, amelyel megtudtak a csak sajnos nem főcímmel kezdődött. Yeah. Na jó van, oké, hát ennyit a nosztalgiázásról. Aj, de jók voltak ezek. Úristen. Írják, aki fizeti a révészt, nyilván a mahart. Varázs ceruza. Jó. Ez csak azért, hogy méltóképpen búcsúzunk. Titi. Jó. Hagyjuk már a közhelyeket. Na jó, igen, hát ez egy akkora kötsze, igen. Ez volt ugye csütörtökönként, de hát ez már mindenkinek ismerős. A kántor. Méltatlan elfeledett klasszikus. Na jó van, ez ugye a szomszédok volt. Jó, az, hogy 10-ig tudom csinálni. Tehát, hogyha belendülök, akkor itt aztán... Nem vagyok. Itt aztán minden van. Na jó van. Oké, köszönjük szépen az SMS-eket is. De jó volt, nem? Hát és akkor még ott van a Nomegáj, csak a kengyelfutó, gyalogkakú, kisfakon. Twin Peaks! Az, hogy rohadtul utáltam. Én is, basszus. De a fiatalok voltunk, de David Lynch-et azért ugye, hát tehát gyerekként azért nem annyira. Én azért utáltam, mert diákszínjátszók voltunk, és mindig, amikor Twin Peaks volt a tévében, akkor üres volt a ház. egyedül utáltam. És rohadtul nem jött el senki. De miért nem? Azért, mert mindenki otthon ült, és nézte a Twin Peaks-et. A táncoló törpét. Az önmagát sétáltató botot? Ez volt? Jó, a David Lynch, a Jenny, meg őrült is. Kevés filmje van. És már féltél? Hallottad ezt, és már elkezdtél félni, mert tudtad, hogy ott vannak a szülei, tudtad, hogy nézik, de gyerekként te nem értetted, hogy mit nézel, csak féltél tőle, nem?
Ugye baromi félelmetes volt. Nem, én azért féltem, hogy apám bejön is átkapcsol a telesport. Telesport! Jaj, és már keresem is. Nem, leállok tényleg. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt! Nik-nik! Jó, kengyelfutó gyalogkakuk. Kengyelfutó gyalogkakuk, tényleg. Hello, jó reggel. Szia. Jó reggel, sziasztok. Hello, ott volt ugye egy farkas meg a kengyelfutó gyalogkakuk, illetve volt a nupagagyi. Nomegáj csak. Az volt a nomegáj csak, ahol ja, egy nyúl meg egy farkas. De a Spirigonzárt már kifelejtettétek. Melyiket? A Spirigonzárt. Spirigonzárt, így van. Egy szombréros egér. Igen. Poncsóval és koltokkal. Igen. Igen. Arriba-riba. Arriba-riba. Eddig ezt mondta. Ja, úgyhogy azt ne felejtsétek ki még lejátszani. Na várja, szeretnél most olyat játszani, hogy legyen egy filmzene, amit ki kell találni? Kivételesen? Vagy zenében jobb vagy? Hát, legyen inkább filmzene, jó? Filmzene? Jó, de na akkor várjál, ezt most jó. Balázs fogja elénekelni neked, és akkor abból kell kitalálni. Jaj. Többet nem megyek be az ételmetbe, Feri. Jaj. Figyelj. Akkor nyertél. Mi? Nyertem? Na mi ez? Mi ez? Csak félek, hogy kimondják. Hallottad? Nem hallottam. Ez volt a főcím? Szerintem nem, ez csak aláfestem. Ez volt? Na? Már kivettünk mindent. Már üres az acskó. Nincs meg? De féltem tőle. Ú, de féltem tőle. Így kezdődött, nem? Így. Semmi? Hát, én nem tudom. Hát... Komolyan mondom, olyan, mintha a tenkes kapitánya lenne az eleje, de nem az. Aha. Nem. Segítünk egy kicsit, hogy... Jó. Ez egy kicsit finom mellélövés. Egyébként belehallgathatnánk, mert azt is nagyon szerettük. Ugye ez egy francia sorozat volt, és hát egy nagyon ronda ember játszott benne, akitől szerintem az összes gyerek félt. És volt egy különleges autója. Ja, hát... Phantom. Na, micsoda? Majdnem. Nem. Jó, mikor eleje. Jó nyomon vagy. Mikor születtél? 85. Hát, akkor ez már nem, akkor ezt szerintem te már nem láttad. Igen. Ez a Fantomas volt. Pontosan. A Fantomas. Igen. Igen. Jean-Marie-val. Ugye? Jean-Marie-val egy ilyen hihetetlen ronda maszk volt rajta. És marha jó volt, ugye egy Citroennel nyomult általában, aminek ki lehetett oldalt nyitni a szárnyait. Igen. Rubik Finesz játszott benne, meg van annak még három része. Hát nagyon annak nagyon sok volt. Része volt, és ugye ha úgy gondoltak, ez a Citroen fel tudott szállni, és repülő lett belőle. Igen. És gyerekként így nézted, hogy atyaisten. Úristen. Jó. De a műsor végére ígérnek, hogy még egy picit a tenkes kapitányából bejátszok, mert a tenkes kapitányok a zenéje is. Jó, 9 után még kaptok 3-at, mert még találtam 3-at. Úristen, de jó volt. Te jó volt. Besírtok. Jó, kiegyezünk abban, hogy mondjuk a bögrét kivettük, és a többit odaadjuk? Nem. Hát kemény vagy, kemény vagy. Jó van, hát érezik benned a rugalmasságot. Hallod, már körülbelül egy éve próbálkozok, hogy bekerüljek a játékba, úgyhogy létezik ez velem. Na de várjál, hát nem tudtad az egészet, tehát kellett egy kis segítség, és igazságtalan lenne azok. Az a Fantomas, azért meg volt a Fantomas. Hát ezért veszük ki a bögrét. Ezért veszük ki a bögrét, de a többi megvan. Jó? Küldjünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Köszi, hogy játszottunk. Rakjátok bele létszi a bögrét, és ha Balázsán, akkor nem nézem a műsorotokat. Ő micsoda fenyegetettség alatt. Ajjaj. Az a baj, hogy nem tudjuk, mert nem ment teljesen. Uh-huh. Más nézhető abban a műsorsában nincsen, úgyhogy magaddal szúrsz ki. Jó, na küldjük neked egy szép kis ajándékcsomagot, majd meglátod, mi lesz benne, jó? Ügyes vagy, gratulálunk! Hello. Ciao! Hello! Hello!
Jaj, gyerekek, komolyan mondom, tízig tudnám csinálni. Jön a mi drága Gáborunk, többféle témával is készült. Egyrészt ugye szennyezett pudingokat találtak, arról beszélünk majd egy kicsit, hogy jó-e. Igen, jó-e, hogy ilyen pudingot teszik a gyerek. Mi van ezekben a pudingokban, és immunerősítőket is hoz, mivel lehet a gyerek szervezetét felturbozni, és mit tegyenek, igyanak a felnőttek, ha így egy kicsit a hidegebb, influenzával terheltebb időjárásban szeretnének egy kicsit, hát hogy is mondjam, egészségesek lenni. Erről beszélgetünk a mi Gáborunkkal, a hírek után folytatjuk. Most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Bávonyi, Magyarország! Morning Show, élőben Dél-Afrikából. 8 óra, úgy pontosan 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók. Sziasztok, itt vagyunk, és az előző órában régi filmzenéket hallgattunk, sorozatokat, és hát hogy is mondjam, nagy mozifilmek zenét, de inkább sorozatokat. Sorozatok, olyan sorozatok zenét, amit nagyon szívesen néztünk gyerekkorunkban, és hát eleve nagyon szeretünk retroadásokat csinálni, és hát kimeríthetetlen a retro téma, mert hogy mindig talál az ember valamit, amit szívesen hallgat. Legutoljára ugye tényleg azzal foglalkoztunk, hogy a szüleink milyen zenét hallgattak otthon, hát az is szenzációs volt. Most pedig elindultunk talán a Guldenburgok örökségéből, és hogy ki milyen filmzenére emlékszik, ki mit hallgatna meg szívesen, hát a Sandokántól kezdve a Surdán keresztül hihetetlen dolgokra bukkantunk, klinikák, Guldenburgok öröksége, és rengeteg minden. Egy fantasztikus utazás volt a múltba, és köszönjük. Igen, és hát még mindig egyébként kimeríthetetlen ez a tár, ahonnan ugye ez jön, mármint amit a hallgatók küldenek, hihetetlen mennyiségben özöllenek még a kérések, úgyhogy 9 óra után még van egy-két gyöngyszem, amit találtunk, amiben belehallgatunk. Nosztalgikus jelleggel. Debrecenben a Faraktár utcai kereszteződésnél trafi a lámpánál ezt Tibike küldte nekünk, valamint az M5-ösön az 59-es kilométernél történt baleset. Mindkét irányt érinti, Kecskemét felé nem vészes, Budapest felé 1 kilométeres a dugó. Ezt Tompi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán M7-es 141-es kilométerénél van egy fotó, 37-es főút Tejföl, 50-100 méteres a látótávolság, Knight Rider volt már, kérdezi Kepes. Egyébként nem. Az még nem volt. Na, ennyit a közlekedésről, aztán még egy helyes SMS. Bali szerint a tárkonyos ragúlevest egyek ebédre, bécsi szelettel, sült krumplival, vagy tyúkhús levest marhapörköltel és gesztenyepürével levezett. Ennyire személyes SMS. Jó van. Jól van. Megvan a mobil szám. Igen, nehogy aztán éjszaka hívogassanak férfiak, hogy igen. Tudjuk, hogy félénk vagy, de találkozni akarunk veled. Na, Gendi küldte nekünk egyébként az SMS-t. Gyerekek, csütörtök van, ez pedig ugye egyetlen egy dolgot jelenthet, hogy megérkezett hozzánk a mi Gáborunk. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyez, az ételeinket mérgezik, az állatainkat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezett, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki érted küzd. Légy be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Nagyszerű, hogy találkozunk. Örülök neki. Hát ezt a szót is használhatnánk. Nincs zakóma, ilyen kis, nagyon lazán, sportosan, ilyen kis cipzáros ink, ha jól látom. Hát mi történt vele? Igen, de két hete is emlékeztek, hogy egy kis kötött pulcsiba voltam. Egy picit hogy most váltottam. Picit most váltottam. Egyébként szeretném mondani nektek, hogy... Mi az nektek, új irány? Most már a 80-as évek? Tényleg szépen, ha hiszitek, ha nem, kedves barátaim... Előre a múltba? Igen. Kedves barátaimtól kapok holland és angol másodosztály ruhákat, és ilyen módon tudok öltözködni időnként. Tehát, de durva, nekem első osztályúnak tűntek, Gábor. És van kétsoros gombolású zakóm is, de hát azt inkább esténként előadásokhoz veszem föl. De szívesen fölveszem majd nektek is. És hány gomb van egymás alatt? Az akón arra emlékszel?
Azt hiszem, kettő vagy három, nem tudom. Jó, az már nem rossz, az már nem annyira rossz. A kettő-három az már egészen jó. Mi újság van? Jól vagy? Olyan kis, nem tudom, üdélek tűnsz ma reggel megint. Frissen van, borotválva gyerekek. Frissen vagy, borotválva. Kialudt fiút látok. Igen, hát most ugye őszi szünet van, és a srácokat elvittem Salgótarjánba, ott van egy kis fürkésztáboruk, én pedig otthon kicsit edzegetek, irogatok, gondolkodom, készülök az előadásokra, és ez felüdít. Na, ma mi volt? Mell, hátvál? Vagy karnyak? Hát ma még nem volt. Hát inkább az alsó tájék lesz, igen. Tehát comb, vádli, has. Ez mi otthon gépezel, vagy vásároltál valamit a teljesokból? Otthon van egy pici kis pincénk, és ott van berendezve egy kis rögtönzött konditerem. Persze, van ott elég komoly dolog. Hát én 4-5 évig azért ezt csináltam, csak aztán ugye jöttek az egyetemi évek, és beültünk az iskolapadba. Ez más. Meg rettenetesen elvette a kedved, hogy rajtad maradt a fekvenyomorúd, és hárman kellettek, hogy leszedjék. És csak másfél év múlva jöttek le egy lomtanításkor a pincébe. Pedig még nem is volt rajta tárcsásúly. Jaj, Gábor, kedvedlek ezért. Hát te is egy analóg srác vagy ebben a digitális világban, de mi ezért szeretünk téged. Mi az a turmixot előtted? Kérlek szépen, egy fantasztikus dolgot szeretnék nektek elmondani. Ferinek is ízlik, itt most éppen isszam. Ez egy egészen szinte fekete színű folyadék, ugye ez kék szőlő lé, és tudjátok-e, hogy lehet a kék szőlő, vagy hát ugye a szőlőlevet tartósítani, tartósítószer nélkül? Nem. Tormával. Tehát 100 liter szőlőléhez 1 kg torma levét kell hozzáadni, és teljesen lefolytja. Ez azt jelenti, hogy nem fog megerjedni, nem lesz belőle vörösbor, és iható nap folyamán, tehát nyilván nem okoz semmilyen problémát, részegséget, egyebeket, és vörösbor hatása van, nem is akármilyen. Hát izgultam, hogy Feri meg fogja kóstolni, mit fog mondani, ugye enyhén ilyen kénes, tormás íze van. Az egyik legjobb immunerősítő, egy elképesztő anyag. Barátaim készítik. Mivel szőlőből van, ugye ezért aztán az én szívemhez közel áll, de tényleg nagyon finom. Tényleg nagyon. Én már olyan erős. Nem telehozta, csak idáig volt. Ja, azért, mert hogy a fele hiányzik, azt hittem rá. De nagyon finom. Igen, hoztam belőle mintát, úgyhogy majd ha erről majd beszélünk, ugye. Isztok. Igen, beszélünk erről, csak azért vágtam közben, hogy ne siessünk ennyire előre, mert hogy a mai téma az ugye két részből áll. Egyrészt elég sokat lehetett olvasni mindenféle szennyezett pudingokról, és szerintem rengeteg szülő adja a gyerek kezébe ezeket a pudingokat, ahelyett, hogy otthon főzne, egyszerűbb, lehet, hogy gyorsabban van kész, hogy kiveszed a hűtőből és készen tálalod a gyereknek. Erről a szennyezésről beszéljünk, és önmagában a pudingokról, hogy ez mennyire jó a gyereknek, mi van benne, keményítő, mivel sűrűsítik. De mivel ez nem egy egész téma, így arra kértünk, hogy majd félután beszélj nekünk egy kicsit az immunrendszer fokozásáról, vagy erősítéséről, mert hogy ugye itt a hideg, jön a tél, jön az influenza, milyen olyan természetes dolgok vannak, nyilván most a banális C-vitaminon kívül, amit minden szülő tud, hogy belenyomja a teába, vagy a csipkebogyó. Tehát mi olyan praktikák vannak még, amivel egy gyereknek, vagy egy felnőttnek az immunrendszerét egy kicsit lehet erősíteni, megveszi otthon a szülő, ledarálja, leturmixolja, gyorsan kész van, egyszerű, és rengeteg vitamin van benne. Nyilván itt elsősorban olyan dolgokra gondoltunk, ami nem ugrik be elsőként mondjuk egy szülőnek, hogy hát ez se drága, van benne egy csomó vitamin, és a gyerek is mondjuk esetleg megissza, vagy megeszi. De kezdjük a pudingokkal, jó? Erről nyilván te is hallottál, hogy szennyezett puding, vagy mérgezett puding, mi volt ez pontosan? Valami a határértéken felüli dolgot találtak egy pudingban. Így van, néhány nappal ezelőtt hidrogénperoxiddal szennyezett csokoládé vanília pudingot vontak ki a forgalomból. Ugye egyrészt ez azért jó hír, mert tudjuk és látjuk, hogy folyamatos ellenőrzések vannak Magyarországon is, akár a hidrogénperoxid tartalom tekintetében. Itt egy határérték feletti mennyiségről van szó, hozzáteszem, hogy nincs mérgezésről hír, tehát nem betegedett meg senki, nem halt meg senki, de azért ez a hidrogénperoxid így hangzásra sem a legjobb, legbarátságosabb vegyület. Ezt fertőtlenítésre, tisztításra, fehérítésre használják az iparban. Ugye például a csomagoló anyagok, mondjuk amikor töltenek egy, nem tudom, egy almalevet, mondjuk tetrapak, vagy tehát valamilyen dobozban, akkor hidrogénperoxiddal fertőtlenítik a csomagoló anyag belsejét, majd egy nagy hővel ugye a peroxidot eltávolítják, és a csomagolóanyag teljesen fertőtlenítésre kerül, majd ebbe töltik zárt rendszerben mondjuk a gyümölcslevet. Így készülnek az aszeptikus technológiában
gyártott levek. Tehát a hidrogénperoxid az mondhatnám, hogy mindennapi része az ipari gyártásnak, csak az a lényeg, hogy nem maradhat a termékben, hőhatására ugye elbomlik. Hát itt nem tudom, mi történhetett, hogy esetleg a takarítónéni föl mosta a kövezetet, és esetleg kiborult a pudingpor, és föllapátolták, nem tudjuk. A lényeg az, hogy bekerülhetett bekerült a hidrogénperoxid a termékben, és ezért ilyen mennyiség fölött vigyázni kell vele, mert elég agresszív anyagról van szó. Ezt egyébként egyszer csak lekapták, és szúrópróbaszerűen ellenőrizték, vagy akkor kapnak egy fülest? Hát van több száz pudingpor. Hogy találják meg, vagy vannak mérések? Gondolom, bekérnek mondjuk 10-15 terméket, és abból az egyiknél megállapították, hogy ez a baj, vagy ez hogy működik? Szúrópróbaszerű ellenőrzések vannak, én úgy tudom. Tehát meghatározott szabály, randomizált szabály szerint véletlenszerűen szúrópróbaszerűen vesznek le mintákat. A lényeg, hogy mindenféle termékből legyen minta, és hát egy bizonyos termék időnként sorra kerül. Most éppen a pudingpor volt soron, és tudja a szakember, hogy mit kell benne nézni, mik azok a paraméterek. És itt most éppen ez. Az a helyzet, hogy ugye több tízezer féle termék van Magyarországon is forgalomban, tehát lehetetlen mindegyiket kiszúrni. Hát abban bízunk, hogy ezek a szúrópróbaszerű mintavételek, ezek azért igyekeznek kiszűrni a legtöbb problémát. Hát itt ez történt lényegében, egy szúrópróbaszerű ellenőrzés. Ugye ez egy külföldi termék, amiről itt beszélünk, és egy kicsit ilyen marketing munka része volt, kis játékkal egybekötve, stb. Hát ezt szúrták most ki, és itt ez a visszavonás megtörtént. A pudingokról egyébként az a véleményem, hogy én most hoztam nyilván márkanév nélkül, ugye kétféle pudingot ismerünk, az egyik a főzéssel készíthető, ez a legegyszerűbb a világon. De most a porokról beszélsz. Pudingpor. Uh-huh. Tudunk majd beszélni a késztermékekről is? Abból is készültél, vagy akkor azt tegyük át? Nem, vannak ezek a csokoládés, vaníliás pudingok, bemegy a hiperbe a szülő, leveszi a gyerek kezébe, nyomja a szantángumi, guárgumi, olyan rémisztő dolgokat olvas az ember az összetevőkben, hogy megijed, hogy a gyerek valójában megeszi. Hogy majd beszéljünk ezekről is pár mondatot, mert szerintem kevesebben főznek már otthon, nem, mint akik veszik a készterméket. Igen, ez előfordulhat. Most már ugye kaphatóak a poharas pudingok, és hát pár forintért szinte lehet vásárolni. Ennek ellenére én azért azt látom, hogy még viszonylag sokan készítenek otthon pudingot, hiszen igazándiból csak ugye hideg vízzel kell összekeverni, majd ugye a vizet szépen fölmelegíteni. A főzéssel készíthető pudingok nagyon egyszerűen készülnek. Kukoricakeményítő, mondjuk ez éppen egy csokoládé puding, kakaópor 15%-ban, étkezési só és vanília aroma. Tehát ilyen egyszerű egy főzéssel készíthető pudingpor. Majdnem azt mondom, hogy házilag is hozzá lehet ma már jutni bárhol keményítőhöz, sokkal olcsóbban, kakaóporhoz pláne, és vanília aromához is, vagy akár normál vaníliához. Tehát én azt gondolom, nincs igazán szükség ezekre, mert házilag nagyon egyszerűen készíthető, és vannak ezek a hát ez izgalmasabb kérdés, a hideg pudingok. Ami azt jelenti, hogy nem kell hozzá ugye forró víz, hidegen készíthető, hát itt megjelenik a módosított keményítő, a stabilizátor, a különböző hidrogénfoszfátok, a kárminsav, a cukor aromák. Tehát amikor hidegen készül valami és nem főzéssel, akkor tudjuk, hogy már a problémák föllépnek. Ezek között egyébként nem látok igazán problémás anyagot, tehát ezekről nem tudunk, hogy mondjuk rákeltő volna egy tetranátrium difoszfát, ezek viszonylag egyszerű stabilizátorok. Mégis azt mondom, hogy nem olyan szerencsések. Most az üzletben kapható készpudingok ugye már elő vannak keverve, készen vannak, az a gond, hogy ezek gyorsan romló anyagok. Itt tudjuk, hogy a sav, tehát nem magas a savtartalma, tehát könnyen romlik, erjed, penészedik, ezért hát bizony raknak bele állományjavítókat. Az a lényeg, hogy meg kell kötni a vizet. Emlékeztek, Balázs, hogy beszéltünk a hústermékeknél arról, hogy a zselatin, ugye vagy a növényi pektinekkel hogy kötik a vizet. Az a cél, hogy megkössék a vizet a termékben, hogy ne romoljon hamar. A pudingnak a lényege, hogy extra mennyiségű vizet vesz föl, olyan stabilizátort, olyan duzzadóképes anyagot kap, például algák, moszatok, pektinek, hát időnként a zselatin is, ami miatt teljesen megköti a vizet. De károsnak ezek nem károsak, nem? Igazából nem károsak. Nekem az ezzel a problémám, hogy egy gyerek megeszik egy pohár pudingot, és azt hiszi, hogy jól lakott. Gyakorlatilag semmit nem evett.
Tehát evett néhány molekula keményítőt, cukrot és adalékokat. Nekem a pudinggal igazából az a gondom, hogy mint önálló étel alkalmatlan az emberi szervezet számára, hát desszert nyilván, desszertről van szó, viszont mivel nagy a térfogata, mert sok vizet kötött meg, ezért elveszi a helyet, így mondom, a gyomorban az értékes táplálékok elől. A pudingnak igazából ez az idézőjeles bűne, hogy nagyon megduzzasztották, és az ember becsapja. Az ember azt hiszi, hogy evett egy, hát ti is ettetek már ugye pudingot, megeszel egy nagy pohár pudingot, és hát azért úgy érzed, hogy tele vagy, nem? Tehát, hát igen, de ugye alapvetően tényleg, ahogy te is elmondtad, az élvezeti értéke miatt fogyasztják ezeket, főleg családosoknál lesz szinte heti, sőt talán napi program, hogy a gyereknek főznek egy pohár vagy két pohár pudingot, és akkor ebéd után elfogyasztja, és azért ezekben a pudingokban is van olyan variáció, amit ugye otthon készítesz el, és szerintem egyébként ez Gábor is, meg a Feri is megerősíti, meg te is, hogy Bali, hogy a kukoricakeményítővel ki lehet váltani azokat a szintetikus, vagy pedig zselatin jellegű ilyen zselésítő, kocsonyásító anyagokat, amik miatt a gyári nem annyira frankó. Így van. Most hadd mondjak egy példát, hogyha kérdeznétek tőlem, hogy én szoktam-e pudingot enni, vagy használni, vagy hogy lehet ezeket egészségesebb módon felhasználni, akkor mondanék egy példát, főzünk egy jó zapkását. Vagy már, köles... már is jó kezdődik, ugye? Már jó. Vagy egy köleskását, és a turmix gépbe a kedves háziasszony a köleskását, vagy a főtt zabot, a főtt jó megfőzött puha kölest úgy rakja be, hogy mellé önte egy pohár pudingot, vagy készít otthon vanília pudingot, és azt teszi hozzá ehhez a kásához, ezáltal egy pudingos zabkását hoz létre. Tehát én azt mondom, hogy most nem az a megoldás, hogy akkor mindenki dobja ki a hűtőből az összes pudingot, vagy a pudingport, hanem úgy alkalmazzuk ezeket, hogy ne önmagában. Mert a keményítő, uh-huh. az székrekedést okoz, abban nincsen rost, hanem tápanyag forrásokkal együtt. Ugye itt ezért mondtam a gabona kásákat, vagy egy teljes örlésű tönkölydarával készített tejbeg ríz, nyilván is tejben készítjük, és akkor ehhez adjuk hozzá a pudingport. Én megvallom őszintén, hogy egy nálam előfordul, hogy egy fél pudingport, ilyen főzéssel készíthető pudingport, amiben ugye nincsen adalékanyag, hozzákeverek egy otthoni vegetáriánus ételhez. De ezt mondjuk tudjuk, hogy azért ezt így nagyon van. Durván csinálod. Tehát, hogy azért tudom, hogy azért belekeversz olyan dolgokat, amit azért így más nem keverne bele. Jó, de igen, hát viszont az veszélyesen élsz. Hát persze, hát lábvádi napod van, hát csoda. Igen, jó, akkor összekezve a dolgot, nem vagy annyira megrémülve ezektől a készpudingoktól, tehát nem baj, ha a gyerek mondjuk nem minden nap eszi, de nincsen benne kifejezetten olyan dolog, amitől te mondjuk megijednél, vagy káros lehet, vagy mondjuk komolyabb gondot okozna. Általában azt mondjuk, hogy egy vanília pudingban nem számítunk igazából valami kifejezetten veszélyes anyagra, egy csoki pudingban sem számítunk. Tehát ezek nem csak azok annyit tanácsolsz, hogy tegyék a szülők ezt egy picit tartalmasabbá, például egy kis zab vagy búzakorpával, amit egyébként nem is nagyon kell belefőzni, csak bele kell venni ezt csókot. Így ez van. A guárgumi, xantángumi, amit látunk benne, és elég rosszul hangzik, azok nincs ezeknek. Nincs ezeknek káros hatása, kivéve ha erdőtűz van. Ugye erdőtűzben dioxin szabadul fel a növényekben. Messzire mentünk. És hát ugye a guarmag botrányt ez okozta, hogy ugye erdőtűz után gyűjtötték be ezeket a növényeket, és dioxinnal volt szennyezve, tehát erre nagyon kell figyelni, de erre a szakma figyel. A múltkor, amikor ezek mondtad az sűrűsítő anyagok. Így van. Az erdőtűzes bulit, akkor vittem nekik petrezselymet. Ó. Képzeld el. Jaj, nektek. Meg miért? Hát te mondtad, az erdőtűz után egyenek petrezselymet. Ja, értem, de az a petrezselyem az nem megkötik. Az erdőtűzből származott, gondolom. Nem, az hát. Nem. Jó. Ne, kimentem az erdőtűző zsarátnokok közé, és ott szedtem. Ja, értem, köszönöm. Te mondtad, hogy megköti a dioxid. És ettetek petrezselymet tényleg utána? Hát ez fantasztikus. Hát nem azt hozott. Igen, meg csak koriandert lehetett kapni, de szerintem az is jó. Igen. Becsuktuk a szemünket, és arra gondoltunk, hogy ez petrezselyem. Igen. Jó, oké, Gábor, akkor puding téma lezárva, köszi, hogy készültél ebből, folytatjuk mindjárt, jó? A hírek után pedig azzal foglalkozunk, ahogy ígértük, hogy mivel tudja a szülő erősíteni a gyerek immunrendszerét, jön a tél, jön az influenza, jön a hideg, mindenki elkezd náthásodni, folyik az orra, sokan lesznek betegek, hát ha egy kicsit tudunk segíteni, hogy mi az, ami jó immunerősítő, úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt, 8:30 pontosan, meghallgatjuk a híreket Katától, és jövünk a hírek után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Morning Show. Másfél hónapon keresztül. Élőben. Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. 8:30 múlt, pontosan 6 percen. Hello mindenkinek, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk, M3-as autópálya 60 felé trafi, vigyázzon mindenki, a 32-es kilométernél, ráadásul 100-as tábla van.
úgyhogy óvatosan. Tom küldte nekünk, a 77-es út jól járható, baleset nincs, mindenki nyugodjon meg. És a 4-es úton Szolnoknál teljes útzár, egy katonai teherautó, egy svájci rendszámú kisbusz ütközött, és hát fel is borult az egyik kamion az árokba hajtott, úgyhogy hatalmas baleset. Ez a 4-es úton van Szolnoknál, és teljes útzár, ha ott vagytok, akkor próbáljátok kerülni. M1-es Budapest felé 142-es kilométernél a híd alatt van egy trafi, ezt Nighty Zoli küldte nekünk, köszönjük szépen, és jó a bejutás egészen kivételes módon az M3-asról a Szerencs utcáig, egyelőre sietek. Jó, köszönjük szépen. Debrecenben a Faraktár utcai kereszteződésnél pedig trafi van a lámpánál, úgyhogy mindenki figyeljen, ezt Tibika így írta, köszönjük, ő küldte nekünk. Na, Gábor, ugye immunerősítő, természetes immunerősítő. Egy-két olyan dolgot kérnénk tőled, ami nem annyira szokványos, vagy talán kevesebben ismerik, vagy kevesebben gondolnak rá. Nyilván elsősorban most ugye nem a narancs és a citromról beszélek, mindenki iszta, meg adja a gyereknek, tele van C-vitaminnal, tök jó. Bár egyébként most olvastam pont róla egy olyan cikket, amiről te már hosszú-hosszú hónapokkal ezelőtt beszéltél, és most az egyik internetes portál megírta, hogy tényleg micsoda mérgek vannak a narancson meg a citromon, és hogy mennyire nem szabadna hozzányúlni, hogy megy át a vágódeszkára, olvastad? Véletlenül dermesztő volt. Igen, igen. Az ófenilfenol, amiről ugye te is beszéltél, hihetetlen, hogy ezeket mivel kezelik. Tehát az, hogy te például a citromnak a héját beleragd a teádba, vagy a limonádétba, ezt effektíve mindenkinek kötelezően el kéne felejteni. Ugyanazt írták le egyébként, amiről te is beszéltél. Na, miket hoztál? Ugye az apropót az adja ehhez a témához, hogy néhány órával vagy néhány nappal ezelőtt a Német Rákkutató Intézet közzétette azt a, hát nem túl új dolgot, tehát nem találták fel a spanyol viaszt, ezzel, hogy almából, céklából, sárgarépából és citromból egy olyan turmixot lehet készíteni, ami egy fantasztikus, jó védőhatással rendelkezik a szervezet számára, és ennek kapcsán merült fel a kérdés, hogy hát ugye alma, cékla, sárgarépa, ezek mind szép és jó dolog, rendszeresen fogyasztjuk, de mi jöhet még számításban? Egyébként szeretném nektek mondani, hogy a nem tudom, itt adok-e már nyers spenót turmixot. Amikor a spenótot sárgarépával, vagy sárgarépa levével, hát van, aki tesz hozzá almalevet, gyümölcslevet, hát ez kérdéses mennyire jó együtt. Ugye a nyers spenót, amikor nem főzeléknek készítjük el, a szakma szerint az egyik legmagasabb szintű antioxidáns így nyersen, mert a benne lévő klorofil nem fő meg, tehát nem alakul át, és ennek kapcsán egy fantasztikus anyag lesz belőle. Mivel oxalátos a spenót, azért nem mondom, hogy minden nap, de időnként egy spenót turmix, talán ez egy picit átlagtól már eltérő javaslat, a hihetetlen mennyiségű folsavat, tehát csonterősítő anyagot, klorofilt, vasat, kálciumot tartalmaz, szoktam javasolni. Ha szabad még néhány dolgot felsorolni, tudjátok, van ez az echinácea nevű növény, ez a kasvirág. A kasvirágnak a tejája az egyik legjobb immunerősítő, mivel megemeli a falósejtek számát a vérben, tehát kifejezetten mérhető az eredménye, és ugye lehet kapni különböző kasvirág készítményeket. Ugye a szakma nagyon dicséri, amiképpen például a gyümölcsök magját is, a grapefruit mag kivonat, szőlőmag. A szőlőmagnak lehet kapni olaját ma már, például a kék szőlőből készült kék szőlőmag olaj, egy kis teljes örlésű kenyérre csöpögtetve, és mellette egyéb dolgokat fogyasztva az egyik legjobb antioxidáns lehet. Én a grapefruit magról is hallottam már, hogy van olaj belőle, azt is préselik? Ez maga a kivonat, így van, csak ez kis üvegcsében kapható, inkább eszencia. Aha, és de, ezt de ugyanaz a hatás. Igen, szerintem a kékszőlő mag olajának a hatása bizonyos szempontból jobb. Mert ebben van az a resveratrol nevű anyag, ami zseniális, ami ugye itt ebben a kis szőlőlében is benne van, amit hoztam neked. Cikkeznek az édes gyökérről. Az édes gyökér, mint gyomor, bél, hurut ellenes anyag hasznos lehet, csak ugye az édes gyökérnek van egy vérnyomás változtató hatása. Aztán ott van a pecsétviaszgomba, ezt más néven ganodermának is hívják. Ugye a távol-keleten a pecsétviasszal nagyon sok mindent megelőznek. Pecsétviaszgombával, vagy szívesen hoznék nektek majd pecsétviaszgomba turmixot esetleg, rendkívüli hatása van. De alig várjál. A sarkon azért ez ritkább, nem? Igen. Pecsétviaszgomba, úgy néznének rám, hogy menjek az anyámba, ha bemennék a zöldséges. Ha hiszitek, ha nem, 1000-1500 forint körül lehet venni, ha jól tudom, úgy nevezik, hogy termőtelepet,
és otthon tudsz termeszteni pecsétviasz gombát néhány hét hónap alatt, saját pecsétviasz gombát lesz. Amíg én otthon termesztem a pecsétviasz gombát, Gábor, tehát igen. Most egészséges akarsz lenni, vagy félted a nappalit? Csak időnként rá kell pillantani. Imádom a Gábor, de azért őszinte vagyok vele, tehát azért azt ne várd meg, amíg én otthon pecsétviasz gombát termesztek, és majd Balázs, behozom akkor... az első turmixot belőle. Okay. Egyébként nem kér kenyeret, szóval az ott el van is nő, nagyon szépen. Viszont mondanék nektek egy antioxidáns turmix receptúrát. Na, várjál, írom is. Végy egy jó nagy húsos pritamin paprikát, mellé egy kápia paprikát, jó magyar... Ja, ne törődj vele, csak úgy kidál, mintha írna, de ezekből mi semmit nem tudunk megvenni, mert itt azért ez nagyon nincs. Egy tejáskanálnyi... Igen, nyilván ez inkább itthon. Egy tejáskanálnyi jó magyar kalocsai fűszerpaprikát, tegyél hozzá egy csapott evőkanálnyi lennagolajat, hidegen sajtolt lennagolajat, mi kell még ehhez, egy pici kis póri hagymát turmixolsz hozzá, és azt hiszem, hogy egy kis sárgarépali azért még jól jönne, és egy kis paradicsom sűrítmény. Na most ebből, hogyha ezt még meg is fűszerezed, ebből lesz egy olyan antioxidánsék, amiből, hogyha rendszeresen fogyasztunk, akkor a koszorús ereinket nagyon szépen kitisztítja. De szinte mi az, amit a gyerek is megeszik? Mert ugye nehezebb itt a gyerek immunerősítése, most azt neki C-vitamint, vagy tényleg kiskanál nem magola, és stb. Nagyon sok minden van benne. De ami szerethető ezek közül, szerintem a gyerekekkel azért sokan küzdenek, nem? Hogy kevesebb gyerek eszi meg a zöldséget, vagy issza meg, inkább az édes dolgokat szeretik sokan. Persze vannak kivételek. Hát nézd, savanyú káposzta. Ez egy közhely, amit mondok, de a savanyú káposzta, illetve reszelünk hozzá mindig sokszor sárgarépát, mivel a kettő együtt rendkívül jól emésztődik. Ezen kívül lucerna csírához mit szólna mondjuk a te gyermeked, Balázs, Beni? Lucerna csíra. Hát őszintén. Hurán nézne rám. Igen. Hurán nézne rám. És brokkoli csíra. Meg kéne kóstolni. Olyan jó volt, amíg nem voltál, nem nyúztál ilyen hülyeségekkel. Meg kéne próbálni egyébként pirítóssal, nagyon finom reggelikkel együtt. Egyébként van egy olyan ital, ez a gránátalmali, 100%-os gránátalmali. Van ott felétek ilyesmi? Van. Gránátalma? Hegyekben van gránátalma. Balázs, hihetetlen. A módgól is hátba dobta kettővel. A nyaki ereket, az agyi ereket tisztítja. Én azt javaslom nektek, hogy a gránátalmát fogyasszátok. Hát nyilván magvak vannak benne, tehát inkább a levét nyerjük ki. És a gránátalma lé az egyik legjobb antioxidáns. Ha netán lenne a közelben egy kis aloé ott a környéketeken, akkor azzal vegyítve fantasztikus volna. Tök szerintem, hogy a gyerek is szereti a gránátalma lévet. Igen, azt megissza. Mert az mondjuk kevésbé életszerű, hogy ráordibálsz a gyerek reggeli üdvözés közben, hogy eszed meg a pecsét, mi az gombádat! Igen, különben, ha nem eszed meg, búzacsíra lesz vacsorára. Nem azért vetette meg velem az a Mr. Puliszka! Egyébként lehet egy kis almalevet hozzátenni, megylevet hozzátenni, tehát a gránátalma itt a titok, az egyik nagy titok, mert a búzafüllevet is mondanám, de... Az keserű. Az olyan nagyon-nagyon népszerű, meg nagyon divatosnak számító úgynevezett ilyen szuper élelmiszerekről, mint például, vagy annak kikiáltottról, mint például ez a goji vagy goji. Igen, most divat lett ezekről beszélni. Megvallom, Magyarországon egy fekete ribiszke, fekete áfonya, kék szőlő, én merem mondani, hogy ugyanilyen hatásúak, de hát vannak ezzel vitatkozik. A goji bogyó, az acai és egyéb ilyen trópusi vidékekről származó antioxidáns tartalmú növények, bogyósok, hasznosak, jók, ezeket is aszfalt formában lehet kapni, de ha megnézitek az árát, ezek elég magasak. Tehát mindennapi szinten nem fogom tudni ezeket megvenni. Még mondjuk az aszfalt kék áfonya, vagy az aszfalt fekete áfonya, vörös áfonyát már szerintem megfelelő árban lehet kapni, elképesztő magas antioxidáns tartalommal. De a jó fekete mazsola, ha hiszitek, ha nem, egyszerű példa, az igazán jó fekete mazsola, kis szemű, olyan magas vas, cink és résztartalmú, hogy rendszeresen kéne ennünk egy pár szem dióval, magyaróval, mandulával. És szerintem a gyerekek is, hogyha kirakod elé, meg fogják enni. Ilyen pofon egyszerű dolgokkal olyan sok cinket lehet például bevinni a gyerek szervezetébe, hogy nem is hinnénk. Mert általában cink hiány van az étrendben. Hát cink hiány, D-vitamin hiány, igen. Nagyon sok minden. Egyébként, igen. D-vitamin mivel? Azon kívül, hogy az ember adja neki csepp formájában télen, ugye ezt is minden gyereknek kéne szedni. Pont most olvastam, hogy mennyire D-vitamin hiányos a magyar nép, és hogy mennyire nem foglalkozunk vele, és nem szedjük, pedig egyébként az egyik legfontosabb.
Igen. Ugye, hát D-vitamin kiegészítő formájában, illetve a halolajak tartalmazzák, ma már lehet kapni csokomályolajat újra. Csokomályolaj kapszulát, amit nem is kell, nem is érzed az ízét, mint régen, hanem le lehet nyelni, és az egyik legmagasabb ilyen omega-3 és hát egyáltalán D-vitamin tartalmú halolajról van szó. Oké, Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szerintem segítettünk, hogy jön a tél és jön az influenza. Mit reggeliztél ma reggel? Kérlek szépen, én megmondom őszintén, hogy én hoztam ilyen vegán töpörtyűkrémet Ferinek. Sajnos nem bontottuk ki, mert itt most annyi minden telített zsírsav van az asztalon, és ugye a telítetlenek már nem férnek el. Milyen finoman fogalmazszál, hogy annyi telítetlen zsírsav. Igen, igen. Viszont, hogyha megjöttök esetleg ugye onnan külföldről, akkor szívesen hoznék, és megkóstolnánk egy vegán töpörtyűkrémet. Én most ezt fogyasztottam paradicsom sűrítménnyel. Fogyasztottam, és paprikával, vöröshagymával, illetve pórihagymával. Mióta elmentünk, egészen emberi dolgokat eszel. Hihetetlen. És képzeljétek. Egészen fura, hogy ezt már úgy tudjuk értelmezni, ezt a reggelit, vagy ez már egészen közel áll hozzánk, volt benne például paradicsom, nem? Hát ez... És képzeljétek el azt is, hogy megtört a jég, és az én házi fűszeres fügelekváromat megkóstolta a Gábor. Nem hittem a szememnek. Mondtam neki, hogy mi ez. És képzeld el, egy kanállal egy kis sajtra rátette, és letérdelt imára az asztal mellé, és ott azt megette. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés a mai reggel nekem. Ez a fügelekvár, ez fantasztikus volt, úgyhogy minden elismerésre. Fügelekvár, Gábor, fügelekvár, hát ne csinál. Hát azért, és nem kevertél bele semmit. Hát egy kis rostos gabonával fogyasztottam el is. Igen, igen. De jó. Jó van, Gábor? Na, hát jól van. Hát, Balázs, megköszönted a jövétre is, akkor valami nagyon exkluzív témával léci, áruld el, hogy szuperszedben, piramisban tolod-e, bukásig edzele. Majd készül, hogy megállsz a csúcs előtt. Köszönjük, hogy itt voltál, vigyázz magadra egy hét múlva. Köszönöm szépen, szervusztok mindenkit. Ciao, hello Gábor, köszönjük szépen. A morningshow.hu-n mindenki vissza tudja hallgatni, aki szeretném. Ezt a beszélgetést mi pedig hármasugrást játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Szia, jó reggel! Halló, ma pasis sziasztok. Napunk van, úgy látom. Pisti, halló Pisti, honnan hívsz minket? Halló, halló. Hát jelen például Miskolcon vagyok, és szállítok. Mit szállítasz? Ilyen lefolyó szerelményeket. Úgyhogy, ha megengednétek, akkor üdvözölném a kollégákat Kókán. Hallgatnak ők is titeket. Megengedjük, de már üdvözölted is, úgyhogy reméljük, hogy hallanak. Jól van. Oké, hallottad a filmzenéket, vagy a sorozatzenéket hét után? Hát egy részét hallgattam, igen. Egy részét. Mikori vagy, mikor születtél? 90. Hát akkor keveset találtál benne, vagy találhattál benne, ami talán neked is ismerős, de talán volt egy-kettő. Hát, milyenek a kérdések, Jani? Hát nézzétek, egyáltalán nem ezek. Egyáltalán nem ezek, és mindjárt kész is vagyok velük. Ami eszébe jutott, igen. Hirtelen. Na figyeljetek. Igen, addig mondd, Pisti, mit kezdtél elmondani a sorozat zenékkel kapcsolatban, hogy hát azért? Hát azért voltak benne ismerősök, az a Kockás Fülűnyúl, meg ilyenek azért, amiket ismertem, nagy klasszikusok. Van egy-két jön szem még 9 óra utára, csak az íze véget, még egyet-kettőt találtunk. Meg nem tudjuk abbahagyni, rengeteg hallgatói kérés érkezett, hogy még mibe hallgassunk bele, úgyhogy 9 után még egy-két sorozat főcímdalt meghallgatunk. Na, kész vagy, Pisti, mehetünk? Bevágjunk bele. Na, dedikált egérralátét helyett, dedikált nyakbalkasztóért, így szól az első kérdés. Milyen színek láthatók az ENSZ lobogóján? Ne kapkodj! ENSZ. Millió helyen biztos, láthatjuk. Hogy van benne. Valaki nyomja már hátul. ENSZ. Egy tukit már mondhatsz rögtön. Így van. Kék és sárga. Hát ez. Nem, ezt így nem tudjuk elfogadni. A kék-sárga az nagyon más, mint a kék. Kék és fehér. Kék és fehér. Jó. Köszönöm szépen, hogy játszottam veletek. Sajnos ez nem jött össze. Nem sajnos, pedig tényleg millió helyen láthatjuk. Hát jó, az átlókban nem vagyok otthon, pedig próbálkoztam. Jó, hát Pisti, látszunk még, jó? Valamikor. Majd próbálkozok, és szeretném nektek megköszönni a telefont, meg a dolgokat, amiket kaptam tőletek. Köszönöm szépen. Már mikor kaptál telefont? Hát én voltam az egyik naphallgató,
és akkor a Nokia telefonokat osztottátok. Ja, úgy, azt hittem, hogy a Balázs vett neked egyet, elvitte személyesen, megcsokolta a homlokodat, átadta. Nem, úgyhogy szeretném megköszönni, már arról is beszélgetünk, úgyhogy... Nagyon örülünk. Igen, emlékszem, hogy egy héten keresztül ugye valamelyik játékban, vagy talán tényleg a naphallgatója kapott, nem, a naphallgatója kapott ilyen szép telefont. Igen. Kezdi napom voltam. Úgyhogy köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Jó, most akkor egy ideig ne jelentkezz játékra, mert kifosztottál szinte minket. Bár mondjuk most nem nyertél semmit. Ügyes vagy. Gratulálunk azért ennek ellenére. Köszi a játékot, ciao. Hello, Pisti. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jaj, gyerekek. Parancsolj. Rövid játék volt ez, pedig nem volt nehéz. Nem, én azt gondolom, hogy egy olyan zászlóról van szó, amit rengeteget látunk és láthatunk mindenfelé. Ha máshol nem, akkor, hogyha például a különböző híradó műsorokra gondolunk, amikor látunk például ENSZ békefenntartókat, és a sisakjukra gondolunk, akkor abban a pillanatban elősén ugye a kék és a fehér. De tényleg. Igen. Nem tudtam annyira figyelni, mert hogy bejött egy ez ember, ki és volt? Ránézett, semmi tűzjelző ellenőrzés zajlik a szállodában, besérdelt egy ember, mondott valamit, nem tudtam szájról leolvasni, ránézett a kis tűzjelzőnkre, illetve pontosabban, amiből már jön a víz, egy elégedett okét küldött felé, majd elsétált egy mappával a kezében. No fire, no problem. Mit nézett, hogy ég a szoba? Hát, igen. Nagyon jó volt innen nézni. Nem tudom, a hely. Láttad? Megérkezett nagyon jó volt. Így meglepődtél, fölnéztél, megmondtad a válad, ez neki elég volt, és kiment. Jó. Az előbb megszólalt a tűzriasztó, és senki meg sem mozdult. Én azon gondolkozom, hogy honnan tudja egy vendég, hogy mikor kell valójában menni. Rengeteg szállodában voltam, ahol megszólalt a tűzriasztó. Én nem láttam pánikba eső menekülő embereket, mindenki ugyanúgy wellnessezett, üldögélt a szobájában. Hogy honnan tudod, ha egyszer tényleg komoly baj van? Mert én bárhol hallok tűzriasztót, nem veszem komolyan. Mert az van, hogy biztos csak próba, vagy tesztelik, vagy áramszünet volt, visszakapcsolták, nem így van? Hát senki nem, most se indult el senki. Nem, de ha valaki elrohan melletted lángolva, akkor szerintem már azért szed először. Egy... Indulj te is! Akkor már lehet, hogy elindulok, igen. Na, jövünk 9 óra után egy-két filmzenébe, vagy pontosabban sorozat zenébe még belehallgatunk, mert hogy elképesztő nyomás van rajtunk, hogy még mibe. Hallgatók százai írnak nekünk. Megfiatalít ez minket, én úgy érzem. Rajtam az összes maradékszőr kihullott, újra beszeplősödött az arcom, és még jobban eláll a fülem. Igen, szeretünk nosztalgiázni, és tegnap ugye a két bulvárlap ellentmondásba keveredett, Kozsó édesapjával kapcsolatban. Már tegnap jelezte nekünk Kozsó menedzser, hogy szívesen elmondaná az igazságot, hogy mi a helyzet, úgyhogy vele is beszélünk. 6 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hello Feri, hello Jani, hello hallgatók. Az M1-es, M7-es bevezetőn két személyautó ütközött, alakul a dugó. Ezt Tomasz küldte nekünk, mérnek az M3-ason, Szikszó belterületén, a kórháznál. Ezt pedig Dia üzente nekünk, köszönjük szépen. Az M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 145-ös kilométernél. Buszos Jani üzente nekünk, az M6-oson jó a haladás. Gábor, sokan puszíják, ezt átadjuk. A morningshow.hu-n vissza tudtok hallgatni egy csomó mindent, amit szeretnétek, ott van az összes anyag. M3-as autópálya 60 felé, trafi a 32-es kilométerénél a 100-as táblánál, üzente TomTom, és a 77-es út jól járható, baleset nincs. Na, milyen volt ez a Turmix?
Nagyon jó, akár hiszitek, akár nem, pont egy picit lehet rajta érezni a hozzáadott tiszt az anyagot, de ettől, hogy ez egy éve készült, azt mondja a Gábor, hát csak nem gamuzik, ez a drága gyerek, ugye nekem a szőlőléhez egyébként is van egy nagyon belsőséges viszonyom, úgyhogy ezt én így el is szopogattam a jelentős részét ennek az italnak, a tormával egyetemben. Nagyon picit lehet rajta érezni, és az tényleg döbbenet, hogy a torma tartósítja ezt a szőlőlevet. Tök finom. Jó dolgokat hoz a Gábor. Persze. Igen. Na, ugye tegnap beszéltél egy nagyon érdekes ellentmondásról, már ami a bulvár sajtót illeti, mert hogy két újság egy nap hozott le egy érdekes dolgot, és azt ígértük, hogyha elérjük, hát nem, akkor nem a menedzser a jó szó, hanem a fellépő szervezőjét Kozsónak, akkor ezt helyre tesszük, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ezek a cikkek egyébként hogy születnek, mert hogy ugye tegnap két bulvárlap egy időben hozott le két egymásnak ellentmondó dolgot, ugye? Aha, pontosan így van. A két napi bulvárlap, az egyik, hát Kozsó édesapjáról azt írta, hogy mekkora tragédia Kozsónak, hogy nem elég a műtét, meg hogy kórházban van, még az édesapját is gyászolja, mert hogy hetekkel ezelőtt elhunyt. És a másik pedig azt írta, hogy beszélt a Oszkár bácsival, hogy Kozsó már jól van. És ezt nem tudtam én földolgozni, hogy ezt egyszerre a kettőt hogy lehet megvalósítani. Aztán kiderült, hogy ugye az egyik egy téves információ, az, hogy elhunyt, a másik meg egy ilyen kamuszerű dolog, jelesül az, hogy ugye nem beszéltek. Tehát valóban él Oszkár bácsi, de nem beszéltek vele. A lényeg az, és hogy ma, jól van. És ma ez az újság, ez lehozott egy helyreigazítást, ugye? Így van, az az újság, aki azt írta, hogy elhunyt Kozsó édesapja, ezt írta, hogy tegnapi lapszámunk címoldalán Kozsó menedzserétől kapott általa tényként kezelt információ alapján. Azt írtuk, a művész édesapja elhunyt. És azóta kiderült, hogy a hír nem volt igaz, a tévedésért Kocsor Oszkártól és az Orvosoktól is elnézést kérünk. Tehát így van, egy helyreigazítás megtörtént. A másik újság nem ír róla semmit. A másik újság nem ír semmit. Jó, felhívjuk akkor Krisztián, csak hogy meséljen nekünk tényleg, hogy egyáltalán megkeresték el, vagy ez a dolog, ez hogy született? Mi van, Feri, nem éritek el, vagy mi történik? Hát én látom, hogy van egy kiskavar. Engem hívott, folyamatosan írunk neki, itt a telefon. Hello. Na, itt van. Uh-huh. Nem vagytok túl nagy helyiségben, de valamit nem sikerült akkor jól lekommunikálni, mert Krisztián közben meg már itt is van. Hello Krisztián, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Fellépés szervező, ez a jó titulus, vagy mit mondják? Az igazság, hogy én nem akarom most elvitatni azt, hogy nem én vagyok a Kozsmának a menedzsere. Én engem a család kért meg, hogy szálljak be ebbe a dologba. Mi ezeket a nagy partikat, a Total Dance partikat, illetve a nagy retro bulikat szervezzük, uh-huh. illetve több kilenc. Jó, de most ezt ne reklámozzuk, légy szíves, jó? Most ezt ne reklámozzuk. Muszáj volt elmondanom, hogy mi a feladatom, elnézésedet kérem. Hát ezt csinálom, nem a menedzsere vagyok. Jó, hát azt is el lehet mondani, hogy partit szervezel, elég az nekünk. Krisztián, a legfontosabb nyilván itt a cikkek előtt, hogy van Kozsó, ez a legfontosabb mindenek előtt. Jelenleg nincs új információ, tehát folyamatosan gyógyul, javul az állapota, és a pénteki napon fog a családból kiállni valaki, aki részleteket is mond, illetve nagy valószínűség szerint az az orvos is, aki őt megműtötte. Ezek a legfrissebb információk vele kapcsolatban. De az állapota stabil? Az állapota abszolút stabil, szerencsére, és hát én azt gondolom, hogy az ima, illetve azt nagyon sokan gondoltak rá a hallgatók, ez nagyon sokat segített neki. Na hát ezt elmondtuk többször, hogy nagyon drukkolunk neki, és hogy mielőbbi felépülést kívánunk. Igen, én féltem is, hogy nem lesz jó fejek különben, tehát hogy meg őnek is volt egy ilyen félelme, hogy mennyire szét fogja szedni őt a média. Én azt gondolom, hogy aki átérezte annak súlyát, hogy ez az ügy most komoly, az abszolút úgy állt hozzá, hogy például ti vagy, ahogy a többi normálisan működő médium. Hát én azt gondolom, hogy azért, tehát hogy sokan persze humorizálnak, meg mi is megcsipkedünk valakit, de hát azért, ha komoly baj van, akkor mindig is úgy szoktunk kommunikálni, meg azt szoktuk mondani, hogyha bárkivel bármi történik, hogy a jobbulást kívánunk és drukkolunk, és hát Kozsónál nyilván van egy érzelmi szár, elég sokszor megcsipkedtük, nagyon kedveljük őt ennek ellenére, sokszor szerepelt a műsorban is, mindig fel is vette nekünk a telefont, tudom, hogy kedvel minket a sok csipkelődés ellenére, tehát persze nagyon drukkolunk, hát ilyenkor az ember ezzel nem humorizál, de szerintem ez egyébként egyértelmű. Mit szóltatok tegnap, amikor két bulvárlap egymásnak teljesen ellentmondó dolgokat hozott le? Számomra teljesen megdöbbentő. Tudom, hogy működik a bulvár, nincsenek illúzióim, de elképesztő, hogy két napi bulvárlap címlapon ilyen teljesen egymásnak ellentmondó információkat hozzon le.
Hát amikor az egyik kereskedelmi csatorna riporterétől értesülök én délután arról, hogy a vizes lepedő rám van húzva, akkor én azt gondolom, hogy ezzel nagyjából mindent elmondtam, tehát ez számomra is egy megdöbbentő dolog volt. Csak annyit tudok mondani, hogy egyik állítás sem igaz, és ennyit a bulvárról. Tehát mi folyamatosan próbáltam én informálni a médiát, és tényleg mindig a leghitelesebb infókat, amit az orvosokkal, családdal egyeztettem, ezt kérték tőlem, ezt kérte tőlem a család, mert hiszen olyan szintű nyomás alá helyezték a kedvesét, a kislányát, illetve a testvérét, hogy azt mondták, hogy Kriszt, nem tudunk telefon, nem tudunk létezni, nem tudunk semmit csinálni, kérlek, segíts ebben, és alapvetően utána pedig, amikor nincs friss információ, akkor belekapaszkodnak olyan dolgokba, amit hallanak innen, hallanak onnan, aztán pedig elkezdődik ez a dolog. Mondom, tehát Oszkár bácsi él, és soha nem adna interjút, hiszen nem elérhető, tehát egy olyan helyiségben van, egy olyan helyen van, ahol idézve a család egyik tagját, max a szúnyogokkal, vagy a legyekkel tudna interjút készíteni. Tehát ott semmi nincs, senki, csak ő, a kis műhelye, és semmi más. Tehát, hogy én nem is akartam, nem is tudtam erre mit mondani, én erre szintén csak ennyit reagálnék, mert számunkra megdöbbentő, hogy milyen irányba megy ez a történet. Tehát pont azért próbáltak a zenésztársak, a barátok segíteni, hogy ne eszkalálódjon ennyire a történet. Tényleg arról beszéljünk, hogy Kozsó minél előbb meggyógyuljon, ehhez képest tegnap már elindult ez a hengyár. Igen, az megdöbbentő volt. Egyébként főleg egy halálhír, szóval azt gondolná az ember, hogy az újságírói etika azért az diktálja, hogyha valakinek a halálhíréről írnak, és azt írják, hogy mondjuk Kozsó édesapja meghalt, míg a másik bulvárlapban ugyanazon a napon egyébként lejön az, hogy Kozsó édesapja nyilatkozott. Ugye jól mondom, Feri, ez volt, hogy Kozsó édesapja nyilatkozott. És mind a kettő kamu. És mind a kettő egyébként hazugság, mert hogy nem nyilatkozott, ugye hazudott az egyik újság, vagy állított legalábbis valótlant. A másik újságban pedig ugye hát aztán az teljesen értelmezhetetlen, hogy meghalt. De hogyha egy ilyet ír le, akkor legalább két forrásból ezt a dolgot megerősíti, utána jár megkérdezi, és nem hagyatkozik arra, hogy elmegy egy újságíró, egyébként név szerint tudom, hogy kicsoda, és megkérdez valakit, aki azt mondja, hogy hát az ő már régen meghalt. És ezt kész tényként veszik, nem veszik a fáradtságot, hogy még valakit utána kérdezzenek, utána járjanak, hanem egész egyszerűen teljesen nyugodtan megírják ezt a dolgot. Egy olyan informátortól, aki hát nagyon keveset tud a családról, vagy sőt minimálisat, mert harmadrangú szomszéd mondjuk. Ti tudjátok egyébként, hogy ki mondta ezt, hogy honnan volt az újságíró információ? Nem igazán szeretnénk a család kérésére sem ezeknek a dolgoknak utána menni, illetve a Pécset is vannak problémák a klinikán, tehát olyan információk vannak, amik nem igazak, és amiket kiszivárogtatott XYZ. Az az igazság, hogy próbálják ott is védeni őt, és próbálnak olyan szituációkat teremteni, ahol őt nem lehet fotózni, ahol 24 órás ügyeletben van. Mert most mindenki, aki ugye ott dolgozik, olyan információk birtokában van, ami a média számára értékes lehet, és tényleg ez brutális, hogy meg kellett erősíteni ott a biztonsági személyzetet, kísérik a folyosón, hogy ne lehessen őt fotózni, tehát hogy megdöbbentő az, hogy mire képes a média egy-egy fotóért, és milyen ajánlatokat tesznek ott az ott dolgozóknak. Tehát, hogy számomra ez is megdöbbentő. Én amikor felkelt a család, azt gondoltam, hogy mindenkivel korrektül fog viselkedni a sajtó összes képviselőjével, és sajnos meg kell válogatni, hogy kinek milyen információt adunk, vagy kinek adunk olyan információt, amit elsőként hoz le, mert általában a többség azért visszaérezze. Tehát, hogy tényleg meg vagyunk döbbenve ezen, és nem tudok boldog lenni, vagy jó dolgokat mondani, mert tök más dolgokkal foglalkozunk, mint azzal inkább, hogy meggyógyuljon, és hagyjuk végre békén ott az intenzív osztályon egy kicsit gyógyulni az ember. Nem tudsz összeget mondani véletlenül, hogy mennyit ajánlott a kórházi dolgozóknak, hogy egy fotót készítsenek Kozsóról? Nincsenek információink, csak azt tudjuk, hogy onnan folyamatosan volt szivárogtatás, ami többszörösen kellemetlen dolog. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy itt összegekkel győznének meg embereket, hanem ezek vidéki kórházban dolgozó, egészségügyi dolgozók. Tehát én lehet, illetve azt gondolom, hogy nem feltétlenül az a meggyőző, hanem hogy
tud beszélni esetleg egy budapesti XY-nal, aki vagy szimpatikus számára. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ez alapján működnek a dolgok, de hallottam olyat is, hogy, hogy különböző tévéshowban vagy színházakban is ajánlottak már jegyet, illetve a helyi újságnak is így ment ki az információ, hogy ott egy helyi ott dolgozó ember adta ezt ki. Azt konkrétan én úgy hallottam, hogy valami fajta ellentételezésért, ami nem pénz volt, hanem valamiféle belépő. Tehát ezért ez durva, nem? Hát hihetetlen. Számomra ez egyébként kevésbé meglepő, megmondom őszintén. Tehát az, hogy a bulvár sajtó információhoz akar jutni, az számomra kevésbé meglepő. Nyilván megvannak az eszközeik, nyilván ezeket az eszközöket használják, bulvár sajtó, megpróbálnak, ezt csinálja nyugaton is a bulvár sajtó, ezt csinálja külföldön is a bulvár sajtó, ezt csinálja Schumacherrel is, hogy ezt csinálták, ugye megpróbáltak ott is információhoz jutni. Tehát a bulvár önmagában így működik, én azt mondom, hogy... Nincs gond, ameddig ez a dolog tényleg úgy működne, hogy minden információ ellene hallgatva. És vannak olyan lapok, voltak olyan tévétársaságok, akiknek mindig elsőként voltunk információt, pont azért, hogy legyen egy hiteles forrás a médiában. Na most ezt is olyan szinten második, harmadik napra kiforgatta a B, a C meg a D kategóriás lap, vagy akár megjelent a közösségi oldalon egy hír, hogy Kozsó meghalt, egy ilyen lájkvadász oldal, tehát hogy itt tényleg mindenki széttrollkodja ezt a dolgot, és az alapinformáció az, hogy szurkoljunk a Kozsónak, az elveszik. Tehát, hogy engem inkább ez zavar emberként, aztán, hogy működik a média, nagyjából látjuk. Tehát, hogy tegnap is beszéltetek erről, hogy nálad hogy működött, aztán más híres embernél hogy működött, sajnos ez benne van a pakliban, de alapvetően én azt gondolom, hogy továbbra is arra kell koncentrálni, hogy a kijöjjön olyan, meggyógyuljon, és színpadra is tudjon állni. Tehát szerintem ez egy fontos dolog. Persze, hát nyilván ez a legfontosabb. Persze nincs igazán jó út, tehát hogyha az ember választ egy forrást, akkor azt mások átveszik, máshogy írják le, ha nem választasz forrást, akkor azt gondolják, hogy azért hallgatsz, mert már biztos nyilatkozni se akarsz, akkora baj van, akkor még nagyobb ügyet csinálnak, egy talán nem akkora ügyből, most nyilván nem Kozsóról beszélek, tehát persze pontosan látjuk, ismerjük, ebben dolgozunk mi is, hogy nincs igazán jó döntés, nem is tudsz jól dönteni, mert hát igen, döntések vannak, és aztán annak van egy csomó hozadéka. Tehát tegnapig tudtuk tartani közben a médiát, tegnap volt az a pont, ahol ez az ügy már tényleg elment. És így tényleg zárásképpen csak annyit tudok elmondani, hogy a pénteki napon én fogom tájékoztatni a sajtóképviselőit, hogy családból ki fog kiállni, valószínű, hogy egy nyilatkozattal, illetve az az orvos, vagy annak az intézménynek a vezetője, ahol megtörtént ez a műtét, és ők tényleg ezt néhány szóban el fogják mondani, lesz lehetőség akár kérdezni is. Még nem tudjuk ennek a formáját, mert a legjobb megoldást akarjuk választani, nem akarunk zarándoklatot a kórház körül, hanem egy teljesen független helyen ezt megszervezve. Nem tudjuk még, hogy lesz ez, mert a másik gond, hogy napról napra azért változik az ő állapota, tehát nem véletlen van valaki az intenzív osztályon. Hát hogy nem tudnak biztosat igen. mondani. Abszolút, persze nem is Kozsó állapotom miatt hívtunk, nyilván nagyon drukkolunk, és ne is mondj többet, mert nyilván ez abszolút magánügy. Inkább ezt a tegnapi félreértést szerettük volna kicsit rálátni, hogy tényleg 20 éve ebben dolgozunk, de még mindig számunkra totálisan megdöbbentő, hogy egy harmadlagos információra hivatkozva egyébként úgy hozzák le valakinek a halálhírét, hogy egyszerűen nem járnak utána. Tehát szerintem ez hihetetlenül mély pont. Tényleg, és azért, mert egy újságíró kimegy, és valaki azt mondja, hogy ó, hát már régen meghalt, hogy annyit nem vesz tényleg, annyi fáradtságot, hogy legalább még egy vonalról lesz az információt megerősítse, hanem simán lehozzák, ez számomra totálisan megdöbbentő, és egyben elkeserítő, és nyilván nincsenek illúzióim a bulvár működésével kapcsolatban, bulvárra szükség van, én nem azt mondom, hogy nincs, igenis kell, az emberek olvassák, ne legyünk álszentek, mindenki átlapozza ezeket az újságokat, magazinokat, tehát erre szükség van, csak amikor egy ilyen információt közöl egy ilyen újság, hogy ott nincs egy lapszerkesztő, egy főszerkesztő, egy olyan ember, aki azt mondja, hogy megkérdezted még legalább két helyről, mielőtt lehozzuk, utána jártál másik forrásból, és ez a megdöbbentő. Mert az, hogy egy harmadrangú újságíró egyébként ennek nem jár utána, és ő leírja, utána az még több emberen átmegy. Számomra ez az elképesztően nehéz. De hogy a szerkesztő, napi szerkesztő, főszerkesztő se kötelezi arra az újságírót, hogy járj utána, és simán lehoznak egy ilyet egyébként bárkivel kapcsolatban, ez szerintem elkeserítő és rettenetesen nagy mélypont. Na, Krisztián, nagyon drukkolunk természetesen, jó? Nem is akarunk Kozsóról nyilván többet kérdezni, úgyhogy drukkolunk, mondjátok majd meg neki, ha jobban lesz, de hát a legfontosabb, hogy
a család ott van mellette, támogatjátok, mi is támogatjuk, és abszolút veletek vagyunk. Feri, látom, szeretnél még valamit kérdezni? Most egyelőre nem kaptam egy érdekes SMS, de majd visszatérünk rá. Jó. Krisztián, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk. Köszönöm, és kitartás. Szépen, köszönjük szépen, jobbulást kívánunk Kozsónak. Köszönjük szépen, már a Krisztiánnal beszélgettünk, Kozsó fellépés szervezőjével. Na, hát csak jobban lesz, nem? Drukkolunk. Reméljük, persze. Igen. Most akarsz el visszatérni? Vagy nem, adáson kívül? Igen, föl kell hívjak valakit, és akkor majd látjuk. Ez egyik újságíró jelentkezett be. Az egyik újság. Jó, adjuk be őket. Én is nem, hát most kapom az információt, hogy szeretne ez a napi lap is megszólalni. Meghallgatjuk őket, kíváncsiak vagyunk. Hívjuk most adásba? Hívjuk őket feladásba, persze, igen, mert én is kapom közben az információt, hogy szeretnének megszólalni, aha, hogy van valami bizonyíték a kezükben. Hogyne, hát a lehetőséget adjuk meg nekik, jó, természetesen az úgy korrekt, hogy megszólaljanak, jó? Úgyhogy jövünk egy pici reklám után, 3 perc, addig adásba tesszük őket, jó? Valakit fölhívunk a laptól, hogy elmondhassák az ő oldalukat is, mert ez mindenféleképpen kell, és akkor folytatjuk mindjárt. 4 perc, ma pontosan 9:30, jövünk a reklám után. A rádiózás legextrémebb kalandja. Májo. Morning show. Májo. Morning show. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 9:50, pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A laptopom sije, gyerekek, mindjárt helyesbitek. Azt mondja, hogy 9:50, 3 perccel, így van. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye tegnap fölfedeztünk valamit 2 bulvárnap címlapján, és azóta ezzel foglalkozunk. Kozsó fellépés szervezője, vigyázok, nehogy rosszat mondjak, Krisztián is beszélt velünk, és elmondta, hogy mi volt a tegnapi cikk apropója, ő mit gondol erről, és azóta folyamatosan csörög Feri telefonja, mert hogy ő van ugye Budapesten, és hívják mind a 2 bulvárlaptól, érdekes a dolog, mindjárt az egyik bulvárlap újságíróját adásba is tesszük, és mindenki mindenféle bizonyítékot akar hozzánk eljuttatni. Ezeket mi mondjuk is természetesen, mert az úgy korrekt, hogy ha elmondjuk a másik oldalt is, az egyik bulvárlap újságíróját adásba tesszük, de mondd akkor, hogy a másik bulvárlap újságírója mit mondott neked? Ők azok, akik ugye lehozták, hogy csináltak interjút Kozsó édesapjával. Így van, így van. Ugye azt állítottuk többször is, és Kozsó ismerőse is, aki az előbb beszélt, hogy az egyik újság, aki a halál hírét keltette, az rossz információt közölt, a másik újság, akivel én most beszéltem, ők azt közölték, hogy ők interjút készítettek Oszkár bácsival, és az volt az információ az ismerőstől, hogy nem készítettek interjút. No, hát így akkor van, ez ma hangzott el, ugye, Krisztiántól, hogy nem készítettek interjút vele, és hogy jó helyen van, el van zárva, és maximum a szúnyogokkal beszélget. Ehhez képest? Így van, az újság szerkesztője keresett meg engem. Igenis beszélt az újság Oszkár bácsival, röviden, de nyilatkozott, és erről fotó is van. Uh-huh. Tehát az újság, aki azt írta, hogy beszélt Oszkár bácsival, az valóban beszélt, és erről fotó, dokumentáció. És van fotó is. Van. Uh-huh. Tehát az az oldal tisztázó. Na, akkor az oldal tisztázódott. Jó, ez rendben van így, akkor ezt a oldalt helyre tettük. Nem értem akkor egyébként, hogy Krisztián miért mondta, hogy nem beszéltek, ugye? Tehát itt akkor azért van egy kis kavar, sőt, nem is kis kavar, nagy kavar van azért itt a dologban. Mindegy, csináltak majd róla ezt a fotót. Ők elintézik egymással. Ezt ők elintézik egymással, persze. Szeretném mindenkinek megadni a lehetőséget, hogy úgy jöjjön ki ebből a dologból, ahogy valójában történt. Ezért hallgattuk meg Kozsó fellépés szervezőjét, ezen újság képviselőjét SMS formájában. És itt van a másik napi laptól egy újságíró, Szekeres Tamás. Hello Tamás, jó reggelt kívánunk! Szervusztok, köszöntöm a hallgatókat. Hello Tamás, te milyen minősítésben vagy a lapnál? Újságíró, napi szerkesztő, heti rovatvezető, én csak hogy tudjuk. Én szerkesztője vagyok a lapnak, és hát tegnap nekünk is nagyon kellemetlen reggelünk volt, mert hát azt láttuk mi is, hogy nálunk a címlapon meghalt, Kozsó papája a Blikben pedig beszélt, és hát elkezdtünk nyomozni, beszélt ma a Blikes kollégákkal is, hogy melyikünk tévedett. Ilyenkor ti fölhívjátok egymást, hogy gyerekek, mi ezt hoztuk le, ti azt hoztátok le, úristen, akkor ki tévedett? Tehát van egy ilyen egyeztetés? Hát vannak elég jó személyes kapcsolatok, úgyhogy ezt megbeszéltük, ezt a dolgot, és sajnos kiderült, hogy nekik volt igazuk, illetve hála Istennek az azt jelenti, hogy a papa élt. Ez nekünk nagyon kellemetlen az ügy, és ezért kértünk az olvasókkal elnézést. Ezzel ideig az olvasókkal szembeni bűnünk az tényleg megtörtént, viszont amit a Krisztián állít, abban nem is azt mondom, hogy csúsztatás, mert akkor én nagyon gyenge szavakat használok, ő konkrétan hazudik ebben az ügyben, ugye az információ tőle származik, a cikket látta és jóvá hagyta,
Tehát ő mondta nekünk azt, hogy a papa meghalt, amit most nálatok azt a élőadásban úgy csinált, mint hogy ez született. Hú, teljesen függetlenül. Azért ez elég kemény. Ez a beszélgetés, ez egy Facebookos társalgás. Én azt hiszem, hogy jogi okok miatt ez levéltitoknak minősül, ezt nem tudjuk nektek átadni, de bíróságon be tudjuk mutatni. Valószínűleg jogi lépéseket fogunk tenni ellene. Tehát egyértelműen. Na, hát azért ez nagyon kemény, amit mondasz. És ő ezt jóvá, látta a cikket, jóvá hagyta. Azt mondta egyébként, hogy a Kozó húgától származott az információ, ő tőle tudja, hogy meghalt a papa. És te voltál az, aki személyesen leveleztél Krisztiánnal a Facebookon keresztül? Nem, nem a felelősség kezdtük, szokták egy lapnál intézni, ez egy kollégám, egy újságíró kollégám, aki kapcsolatban állt vele, több cikk is megjelent a Kozsóról nálunk az utóbbi napokban. Ezt egy újságíró vitte ezt a történetet, ő beszélt vele, szerencsére ő annyira rutinos már, hogy tudja, hogy jó, hogyha valami dokumentum van a kezünkben, hogyha vitára kerül sor, akkor tudjuk bizonyítani az igazunkat, ezt meg tudjuk mutatni bíróságon majd. De mi oka lett volna, hogy ezt mondja? Tehát számomra ez nagy rejtély, holott ő most elmondta, hogy él, jól van, és elzárva a külvilággal, jó egészségnek örvend. Mi oka lett volna, nyilván ezen te is gondolkoztál, vagy megkérdezted az újságírótól, hogy akkor miért mondhatott ilyet? Hát nem tudjuk, a Krisztián, amikor bejelentkezett nálatok, akkor is egy kis promócióval kezdte a beszélgetést, én csak utólag hallottam. Rá is szóltam egyébként, igen. Rá is szóltam, neki nagyon helyesen. Mi azt gondoljuk, hogy minden eszközzel promotálja egy eseményt 22-én, és semmitől sem riad vissza, de ez feltételezés, úgyhogy ezt zárójelbe teszem. Csak mindegy, engem az különbözőben nem is érdekel, hogy miért tette. Engem az érdekel, hogy tette, és ebben minket rendkívül kellemetlen helyzetbe hozott az olvasók előtt. És hát most ezért fontolgattak jogi lépéseket? A médiában, amit én megértek, valószínűleg fordított esetben mi is ezt tennénk, de hát vétlenek vagyunk azért. Én ezért örülök, hogy megszólaltok, ez fontos, tehát, hogy mi mindig törekszünk arra, hogy azért mind a két oldal lehetőséget kapjon és megszólaljon egyébként, tehát, hogy jó, hogy hallgatjátok a műsort, és jó, hogy betelefonáltatok, hogy szeretnétek megszólalni, mert ez így igazságos. Számomra teljesen értelmezhetetlen ez a dolog most már aztán leginkább, hogy itt valaki bajban van, valaki agyvérzés kap, szegény Kozsó, és az egész ügyből egyébként ez kerekedik, hogy közben pedig te, mint újságíró, mint felelős szerkesztő azt állítod, hogy ugye hát tulajdonképpen neked ezt Krisztián mondta, akivel mi meg az előbb beszéltünk. Most hívom újra Krisztiánt. Csak mondom, tehát Krisztián. Nem kell együtt. Nem kell, akkor. Igen. Krisztián állít valamit, amit így nem van? Tud bizonyítani, mi viszont tudjuk bizonyítani, amit mi mondunk. Rögtön beszélünk vele még egy kört egyébként, csak nem akarlak benneteket utatokon kívül egy adásba összekapcsolni, mert nem ez a módszerünk, hogy akkor most hirtelen itt van Krisztián, beszéltek meg. Én vele nem is beszéltem, nem is ismerem őt. Úgyhogy azért mondom, hogy nem, de mindjárt fogjuk, mert kíváncsi vagyok, tehát ebben most akkor... Is. Igen, van még egy kör. Jó, köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad. Örülünk, hogy ti is megszólaltatok. Jó, nyilván mindenki eldönti, hogy mit gondol, kinek hisz, fontos azért ez. Ha gondoljátok, akkor van ebben annyi, akkor tegyétek meg a jogi lépéseket. Én örülök, hogy mind a két oldal megszólalt. Hogy kérdezem meg, hogy te láttad ezt a levelezést egyébként? Tessék? Te láttad személyesen ezt a levelezést? Igen, tehát igen, ott igen, voltál? Neked az újságíró megmutatta. A beszélgetéseteket, mert én két lapindító értekezetben voltam, amikor az élőben ment. Utána meghallgattam, és utána bekértem a kollégáimtól, hogy ne a levegőbe beszéljek. Végigolvastam, egyértelmű, hogy nekünk van igazunk ebben az ügyben, és a Krisztián valótlant állít. Oké, köszönjük szépen, hogy elmondtad. Jó munkát nektek, Tamás, köszönjük. Ciao. Hello. Na, akkor viszont most hívjuk fel a Krisztián még egy mondat erejéig. Össze nem akartam őket rakni, hogy az nem tényleg a mi módszerünk. Most viszont kíváncsi vagyok, hogy erre mit mond. Tárcsázok. Király vagy. Ha fölveszi. Nem fogja, szerintem, már örülnék. Érdekes, nem? Óriási szóval, hogy mekkora mélysége van azért egy ilyen ügynek, nem is gondolnám, de hát pontosabban gondolnám. Súlyos várnak erről az oldalról és a másik oldalról is. Tárcsáztam, kérem szépen, már csörög is. Jó reggelt! Hello! Krisztián, jó helyen vagyunk? Persze, hát miért ne venném fel? Hello! Hallgattad a beszélgetést most az előbb a napi lapnak a heti szerkesztőjével? Vagy rovatvezetőjével? Bocsánat, nem biztos, hogy jól mondom. Felelős szerkesztőjével? Tamással? Igen, hallottam, és a tegnapi napon is... Amikor ez a kereskedelmi televíziós riporter felhívott, akkor én onnan értesültem arról, hogy ők ezt a dolgot állítják.
azért volt számomra megdöbbentő ez a dolog, mert én azt gondolom, hogyha egy ilyen ügy van, akkor minimum engem értesítenek először. Tehát én azt gondolom, hogy a lapnak az állításai azok továbbra is elég gyenge lábakon állnak. Egy olyan Facebookos, vagy elmondás, hogy Facebookos beszélgetésre hivatkoznak, amit azért azt gondolom, hogy minden szinten lehet manipulálni. Tehát, hogy ez nem egy hivatkozási alap. A másik információ... Na csak nézzük a konkrétumot, bocsánat, Tamás azt mondja, hogy az ő újságírója veled konkrétan a te Facebook oldaladon levelezett, ahol te ezt állítottad, és ennek van egy lenyomata, van egy bizonyítéka, maga az írás. Azt mondod, hogy nem te ültél a géped előtt? Nem, én nem azt mondom. Azt mondom, hogy ilyen chat beszélgetéseket, ilyen Facebookos beszélgetéseket lehet manipulálni. Tehát én ilyet nem tettem, ez az egyik. A másik pedig a másik dologra reagálva, az információ a családtól származik, hogy Oszkár bácsival nem csináltak interjút. Tehát abban nem tudok úgy állást foglalni, hogy 100%-ig biztos lennék benne, de én hiszek a családnak, hiszen miért állna egy idős ember az újságíró elé, amikor a családból szándékosan pont azért nem nyilatkozik senki, hogy a kosolgyagyulására tudjanak koncentrálni. De akkor hogy lehet nekik fotójuk, hogy ott nyilatkozik? Az is manipulált? Nem, ezt mondom neked, hogy azt 100%-osan nem tudom megerősíteni. Én azt az információt a családtól kaptam, mert egyértelmű, hogy nem járok ki hozzájuk Szőrligetre, azt mondják, hogy Oszkár bácsi 100%-osan nem nyilatkozott. Tehát, hogy és akkor azt mondod, hogy ez a napilap, ez most hamisított egy Facebookos beszélgetést azért, hogy lehozhassa egyébként, hogy Kozsó apukája meghalt? Én nem állítom ezt a dolgot, de alapvetően... Hát de ezt mondtad, hogy az a beszélgetés nem történt meg veled, tehát kvázi hamisítottak? Én nem ezt mondtam, azt mondtam, hogy ez a beszélgetés egy manipulált beszélgetés. Tehát ez az újságíró, ami folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, pont azért, hogy legyen egy lap, ahol hiteles információk jönnek le, és ez, tehát hogy e-lap által olyan információk menjenek ki, amik igazak, amik nincsenek elfelejtve, de ez nem történt meg. Tehát, hogy pont az a nap volt az, amikor azt mondtuk, a család részéről is ezt kérték, hogy ma nincs új információ, ne hozzunk le semmit, várjunk egy kicsit, hogy jobban legyen. És mégis tehát akkor te nem állítottad azt, tehát akkor te nem állítottad azt, hogy a Kozsó édesapja elhunyt. Nem. Hát ez érdekes, ez érdekes, ez érdekes. Hát igen, csak megint ott tartunk, hogy megint ezen lovagolunk, ahelyett, hogy arról beszélnénk, hogy meggyógyulna. Na jó, én értem, hogy te mit mondasz, és értem, nyilván ez a legfontosabb, de azért, hogyha egy bulvárlap lehoz valamit címlapon, akkor utána nyilván ők megkapják tőlünk a lehetőséget, hogy elmondják, hogy miért hozták le, és ha két egymást után beszélő ember egymásnak totálisan ellenmondó dolgokról beszél, akkor azért emellett nem mehetünk el, amellett nyilván, hogy a legfontosabb továbbra is az, hogy a Kozsó meggyógyuljon, és az egész ügy nem lenne, ha itt nem lennének egymásnak ellenmondó nyilatkozatok egyébként címlapon. De hát azért számomra az totálisan megdöbbentő, hogy vagy te, aki azt mondod, hogy ezt a beszélgetést manipulálták, és van egy rovatvezető, aki azt mondja, hogy látta ezt a beszélgetést az újságírójával ezen a Facebook oldalon, amiben egyébként ezt te állítottad, mint fellépés szervező. Hát azért ez szerintem érdekli az embereket, és azért ez közérdeklődésre tarthat számot, azért ez egy nagyon szövevényes ügy, ugyanakkor nagyon érdekes. Jó, nincs ebben több dolgunk, mindenki azt gondol, ahogy szeretné, meg mindenki azt gondol, amit akar. Meghallgattuk mind a két felet, mert így korrekt. Továbbra is nyilván Kozsó állapota a legfontosabb, neki jobbulást kívánunk. Krisztián, rendezzétek ezt akkor, ahogy szeretnétek, vagy ahogy jónak látjátok. Jó, köszönjük szépen, hogy beszéltünk már a Krisztiánnak. Köszönjük szépen. Csövi. Köszönjük, hello. Na, de örülök, hogy mind a két fél megszólalt, ez így korrekt. De érdekes minden esetre, nem tudom, hogy lehet egy Facebook beszélgetést manipulálni, de hát Krisztián ezt állítja. 3:40 van pontosan. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, láttuk a reklámot, leadtuk már, csak itt akkor a keveredés volt, így van. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, ígértük, hogy 9 óra után még meghallgatunk egy-két sorozat zenét, de megvan. Minden megvan, úgyhogy... Léci, holnap. Péntek van, péntek egy ilyen hétből kivezető. Egy hétből kivezető 9 óra után folytatjuk, amiből ma kapnak egy kicsi best of-ot a hallgatóink, mert 7 óra után ugye régi sorozatok zenéit hallgattuk újra, és hát orgazmus közeli állapotba került mindenki, aki hallgatta a Morning Show-t, mert tényleg hát szenzációs darabokra bukkantunk. Akkor holnap? Holnap folytatjuk. Annyira bíztam benne, hogy Eke Máté legendás alakjával fejezhetjük be, majd így felrémlenek azok a csodálatos pillanatokat a Siklósi vár lábánál. Jaj, Isten. Erre gondolta? Figyelj. Adj rá, még kakaót akarok. Maxon vagyok.
Na tessék. És már vágtázik? És már Mifa? Vágtázik. Hogyne? Istenem. Egy csoda volt ez a sorozat. Igen, csodálatos színészessel. Igen. Na jó, van, holnap akkor innen folytatjuk. Most viszont még lesz egy-két sorozat zene. Hey. Mi van? Levettem. Lesz egy-két sorozat zene, mert hogy ezek is ott vannak a nap legjobb pillanataiban. 7 óra után ugye sorozat zenéket hallgattunk, tényleg a gyönyör állapotába kerülve. És Tóth Gábor, ami élelmiszeripari szakértőnk, beszélt egy kicsit az immun erősítésről, hogy mivel lehet a gyerekek immunrendszerét erősíteni. Nagyon sok érdekes dolgot mondott, ezeket a pillanatokat most újra meghallgatjuk. Morning Show. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 5 perc van pontosan 10 óra, hát gyerekek, borsózik az ember háta, nem? Egy jó Sandokán, egy jó Guldenburgok örökség. Ne jó az, nem? Igen, egy jó klinikán. Egy jó lefekvős Guldenburgok örökség. Jó volt az, Lauricen így hívták a kopaszt. Nincs meg? És mikor jött, átkeverték a zenét, és egy ilyen gonosz zene volt mindig, amikor jött. És emlékszem gyerekkoromból, hogy jött a kopasz a gonosz zenére. Aha. Nem tudom mi volt a zene, nagyon meghallgat. Biztos lenyomta a péntek 13-at. Jó, hát nem. Most lenyomolosznak, jött be a kopasz. Jött a kopasz. Ilyen 8-10 évesen egy gonosz kopasz a Guldenburgok örökségeből, hát az ma olyan, mint a Walking Dead nekünk, érted? Hát megragad egyszerűen. Az volt neked a texasi láncfűrészes. Igen. Holnap folytatjuk 9 óra után, jó? Kiírtunk még egyet, kettőt, több 100 SMS jött, hogy hallgatóink még mibe hallgatnának bele, úgyhogy holnap közkiváratra 9 óra után még egy-két sorozat. Anna, te is gondolkozzál, hogy mit néznél meg még szívesen. Jó? Oké, rendben van, van egy-kettő a tarsolyba. 1943-ból a kedvenc filmem. Persze, igen, az első hangos filmet szeretném, hogyha persze, agyonváglak. Kossuth beszédét, hagyjuk be. Igen. Na, hívjuk a naphallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show, akkor kapja az ajándékcsomagot. Holnap 9-ig mindenki gondolkozom, hogy mit hallgatna még meg szívesen. Jó, csak is kizárólag sorozatok. Na, most már, hogy bedobtad a Kossuth beszédét, én sem más nem hallgatok. Virág próbára, keresztüzében állva, itt állunk a nemzet, Isten ítélet. Ja, bocsánat. Halló, jó reggel. Show volt, volt egy show az előbb is. Volt egy show, volt, megadjuk. Volt. Bocsánat, csak Jani még itt Kossuthot idézi. Igen. Én azt imádom egyébként, ezt a felvételt. Írtál nekünk SMS, de nem írtad alá, hogy hívna. Mester vagyok. Mester, hello mester, jó reggelt. Ugye Gábor volt ma a vendégünk. Nagyon szerény a neved, igen, de ezt tetszik, én szeretem. Gábor volt ma a vendégünk. Nem, úgyhogy... Ja, hát akkor semmi túlzás, egy nagyon helyes SMS-t írtál, annyit írtál, hogy mikor meghallom Gábort, mindig annak örülök, hogy még él. Ezek után, amiket eszik. Ja. Gratulálunk neked, és te vagy a nap hallgatója. Ezzel köszönöm. Nyomom neked a tapsot, de valamiért nem halljuk. Így van, zsűr, rákönyökölt a pultra. Kapsz egy szép kis ajándékcsomagot, Feri, van plusz ajándékunk? Van. Van bizony, meg is mutatjuk hamarosan, ha mi elbúcsúztunk. Rendben, köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket, azt még nem mondtad. Moson-Magyaróváron. Jelenleg itt dolgozom. Igen. Mit csinálsz? Hát egy robottechnikai cégnél tevékenykedem. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot, hallgass meg a reklámblokkot, ahogy Feri is mondta, ott lesz még, hogy mit nyertél. Jó, mester, nagyon szépen köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Oké, és köszönöm, hello, sziasztok. Hello. Miért akarok minden nap receptet kérdezni? Ezt nem tudom, hát nézd, menjél át a plázába, vegyél egy barna kenyeret, szejle egy szeletet, és kend meg vajjal. Ez volt a mai vajas kenyér receptünk. Tulajdonképpen lassan itt tartok, hogy már egy vajas kenyérnek is örülök, mert annyira egyformán főznek itt. Kossuth beszéde egyébként a magyar hangrögzítés első dokumentuma. Mindenképpen érdemes mindenkinek meghallgatni, a technikusoknak egyébként kötelező, remélem oktatják is az iskolában, ahol Zsül végzett. Akkor hallgassa meg, mielőtt kifekszem most napozni, vagy miután kifekszem napozni. Előtte. Jó, ahogy elköszönünk a hallgatóktól, maradjunk itt, csukjuk be az ajtót, és hallgassunk meg. De most komolyan egyébként. Jó. Borzongat, mert 1890-ben rögzített. Borzongját. Na, akkor borzongjatok egyet. Figyelj csak, itt továbbra sincs napsütés, egy pillanatra a laptopot fordítsátok már az ablak felé. Hogy nálatok? Kicsit be fog égni, beég egy kicsit szerintem, mert ugye a sötétből kifelé világosat tudod, hogy beég a háttér, de láthatod egyébként. Anna bekönnyezett. Igen. Gyerekek, jaj, de szép. Jaj. Gyerekek, 30 fok, de ma még képzeld, hogy holnaptól 22 fok és szakadó eső. Majd, hogy sajnálok. Szemét.
Vasárnap fog újra sütni a nap, holnap 22 fok, ami azt jelenti, hogy este 8 egyébként, és szakadó eső, úgyhogy hát kemény lesz. Jól van. Jön Gábor a kívánság műsorral, Csabi még ezen a héten Szabin van, 555-55-00 a telefonszám, ha valaki szeretne dalt kérni, mi pedig jövünk holnap, 9 óra után a retro sorozat dalokkal. Szép napot, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Ez volt már a Morning Show. Egyenesen Dél-Afrikából. Holnap ismét kapcsoljuk a Dzsungel stúdiót. Másfél hónapon keresztül.